Leúztam, hogy a mézes madzagot nem akartam, de már levágtam egyből. Ja, sokszor az jó gyerek. Jó, jó. Jaj, jaj. Kedves, azt mondta. Kedves, hát igen, igen, az elején van. Sziasztok, hogy küldött, Viki. Sziasztok, vagy szia, szia. Hi. Hú, és a fekete képből csináljunk, mert ez egy te hunkert. Ugye hirtelen váltottam ki az őt. Mennyire jó, hogy a jobb egérgombot egyszer megnyomod, és akkor rámegy a zoomra, azért nem kell közben nyomkodni. Ó, kapás van. Ott róka. Már is. Hogyne, hát a sztár kutyám, hát az tücsi, hát ez rókán nevelkedett, hát ez azonnal érted. Beleszagol a levegőbe, 50 kilométeres közelből már kapásból löki a rókát. Elég nagy homály van. Jaj, várj, hol tudok áttörni? Ja, ezt, ugye? És akkor felszerelés? Ibetű. Hú, gyerekek, én ezt hogy elfelejtettem. Ugye? Ha mondom, mikor meg mondom, hogy YouTube-on kellett megnézni, az meg, hogy az áruházat az hol van. Nyomkodtam itt a pay-t, itt mindent nyomkodtam, öcsém, itt minden volt, amit el tudsz képzelni. Szégyen, nem szégyen, én is felmentem a izére, a klasszikra, most nem tudtam, mit hol kell kivenni. Azt hiszem, voltak tévedések rendesen. Jó. Én azt hiszem, én az automata izét viszem, 223-ast. Azt sem jutott eszembe, hogy le tudom a távcsövet venni a puskáról, hogy megnyomom az egérgombot lefele. Hát, no. Mert az úgy leütött, hogy még a távcsövet is leverte róla. Hogy legyen, íjat ügyek? Itt nagy a terület, itt úgy sem fogok íjazni, szerintem. Itt nem. Az izében a... Call of the Wild-ben még mindig nem próbáltam ki az íjat, pedig már valamelyik nap már majdnem rajta voltam, hogy álmondom, csak ki kéne próbálni, de álmondom, én nem kéne, ott a róper. Gondolkoztam megvenni ezt a izét. Nedves tangonyikát, hogy mi a faszom. Á, engedd el. Medve tajgát. Az jó film. Ugye én ott megcsináltam az összes küldit, elég sokat voltam rajta, van azon állat. Mm-hmm. Van azon állat. Melyiken voltunk utoljára? A Silver Reach Petsen. A jó öreg 308-as, azt a szép gravírozottat, azt rakom el. Amikor már nosztalgiázzak egyet. Azaz. Akkor a klasszikót kell. És melyik pályára akartunk? A... Most erre mondjuk. A bokorugróban. Ja, maga a rókás pálya. Ja. Milyen pisztolyt vigyek ide? Visszük a... Hát nem a 22-es van, azzal sokkal nem megyek. Visszük a 10 mm-est a... Nem tudom, a petyes szarvasról jól lesz, de majd kiderül. Ja, azt se lőtte még egy darabot sem. Na majd most. Várjál már, hogy kell megkeresni téged, melyik... Hogy csatlakozni tudja fordulni. Itt a launcheren belül, a barátlistáról, azt hiszem. Vagy nem, megkeresel a... Ó, na, szóval meg kell keresni. Játékon belül. Ja, több játékon. Keresése, igen. Ja. És akkor ott felül van olyan, hogy country, és akkor ott. És akkor ott a magyarok között. Van itt szarvas, a Axis tér, akkor annak a hívóját. Igen. Azért, mikor így megjelent valami, azért azt megvásároltam. azért fel... Készült vagyok mindenből. Kell a disznóhívó, meg a rókahívó, ugye? Kecskéknek meg nincs.
Még mi kell hát ide? Nem ment a rokkomra. A lehetőség miatt, mert most ugrok be. Oké, egy. 9362-es nem kell. Nem. Elektromos, itt van Bobcat? Nincs Bobcat, ugye elektromos nem kell. Nincsen, nincsen. 223-as, itt van, 308-as. Hú, hát is kell öltöznöm. Mit elmentél a bugira okolod? Hát azért itt... Ne... Igen, nagy ég és föld a két játék amúgy. Itt az előkészületek tovább tartanak. Nem csak azt, hanem mások a játék. Hát, na jó, igen. Amúgy, ha ennek csináltak volna egy sokkal szebb grafikát, akkor ez igen, jobban. Meg a legalább olyan olcsó lenne, mint a másik. Azt sem ártana ennek a játéknak. Igazából. Hát, na jó, de most kijött a Call of the Wild, majd most biztos jövőre fog jönni egy újabb vadászós valami, akkor ja. ez meg már úgyis háttérbe fog szorulni teljesen. Hát, biztos. Nem, az öreg játék ez. Fejleszteni nem fejlesztenek, úgyse rajta semmi, úgyhogy... Launcher kéne. És a lőszerem. Menem kell áruházba. Kell a 308-as. Vásárolni. Jó, a bőzben, 10 mm-es. Hát, hamból sem árt, veszek még egyet. Oké. Tisztolt meg. Oké, 223-as. 223. Na, jó. A lószart a 223-as, tehát a HMR-t kell elrakni. Miért a 223-as rakom el? Itt is jó, a 223-as is jó. Jó, csak az hangos. Hát, jó. Hát ha melletted lövök, akkor nem jön két róka utána még. Igen, mi kell vaddisztóhívó, kell az a újfajta. Igen, annak a petyes szarvasnak a hívója. Meg a Jack Caller, az a zöld. Jaj, jó. A kék dobozos, az kell, ugye? A HMR-ből a kék dobozos kell, ugye? Igen. A sárga ott a róka. Sárga madaras. Ja, igen, a sárga madára való. El is felejtettem a HMR-t. 5 és 10 kilós hím. Meg múl-e. Új helyen itt ezt megtalálom. Izére visztek? Kisebb volt? A nyugóra vagy valamire? Ja, HMR, mi? Aha. Bű, 270.
Hát most vaddisznó, fettyes, meg a roma. Hát kopót vigyek, vagy izét. Én most ezt a izét hittem a rópáról. Jó, viszont én is azt. Hagyas a rókázós, a retéve. Az nem a retó, az a potro, az a, ja, pointe. Pointe. Hogy hány pontos? 50 a maxra. Arra fel, akkor én viszem a kopót, van nekem a tűzsetet, ja. Akkor meg ő meghozza az idéket. De be kell, van az a... Még egy izény, tudom kell. Ősz jelenleg, hát ez nem az. Elgesztettem egy vadat amúgy. Jó. Lehet, hogy fogok. Nagyon maga buzi kutyával. Na. Jön, na, tegyük egy. Te melyiket? Barna. Kopót hozzak inkább? Hát... Mindegy. Mindegy, amiket akarod, azt hozod. Ezt meg is fordítjuk, mert most már megszoktuk. Egység is támadás. Ahogyja. Nem, mi az Isten van, hogy még ilyen korán van mindig. Ott van, nincs korán. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa, hova? Hoppa, ja, hogy itt a hantermétert kell nézni, meg már távcsőben keresem a rópa. Én is, ugye. Én nem mutatta, hogy már.
Nem volt befapcsolva a vészink ezen a volt izén játékban. Mind. Jó, hogy ebben nem lehet ugrani, majd nem ugrottam. Nem, én is nyomkodtam a space-t az előbb, nem érdekes. És melyikbe raktam én ezt a hívót vár? Ez az Axis Deer. Ez a disznó. Ez a ruka. Basszus, melyik kell állítani. Kenguru nem kell. Hát nem. Még. Hú, még azt se csináltam meg, amíg a kengurus küldetésem sincs meg. Valami íjjal, vagy mit tudom, műjjel kell lenni, hosszú íjjal. Mi az Istennek? Köszönjük ki. Köszönjük. Jó, most felveszed. Hát gyakrabban vissza kell jönnöm ide játszani. Mondom őszintén. Annyira tartom az izét, a távcsövet, tudod, hogy a bal egérbomba, vagy jobb egérbomba, hogy izét csak egyszer meg kell nyomni. Ami onnan hiányzott, azt most megszoktam, és most itt izére görcsölök. Hát de sokkal jobb így, hogy rányomsz a jobb egérgombra, és ott a távcső nem kell folyamatosan. Igen, az a baj, tudod, hogy... mikor mozdítani is akarod a távcsövet, és kicsit elengeded a gombot, tudod, akkor levesz, és ez idegesítő, mert tehát nem is értem én ezt, hogy miért. Gondolom, a konzolosok miatt csinálták ilyenre. Hát persze. Ki lőtte a rókámat? Ki? Én? Nem. Te kurva. Itt a kutyám, miért nem tudom ki én is, mivel kell? Nekem vannak gyors bombjaim, várjál. Már itt valahol, ahol az erdő kezdődik, itt valahol, ahol raktam azt a karikát, ott valahol lenni, ott egy rókát meglőttem, de ezt alatt. Japácsó lábúj körmel lőttel, vagy mi? 270-ről lőttem meg, úgyhogy... Ja. Kenguru. 3 kenguru, 4 kenguru. Jó. Tehát most a kenguru lesz itt aztán, akkor... Aha. Feljött itt, szerintem az lesz a menő. A kutyám már be is lassított, úgyhogy lesz rópa. A tizedik gombra sikerült eltalálnom, hogy melyik gyors gombra állítottam be. Ja, hát jó. Azért, hogy szép lassan összejön. Mindenki hívják ezt az utazó csomagot, amivel lehet a sátrak között utazni? Nem tudom én. Hát az a tulacs, meg faszom.
De mi annak a neve? Eseményt nem nevet. A vizét keres, az élelmiszer csomagot? Nem élelmiszer csomag. A fogyóeszközöknél kerest. Tudom, mire gondolsz, hogy a sátorhoz tud ugrani. Igen, igen. Fogyóeszközök között van. Hát, ez hogy hol van? Szolgáltatás? Nem. Nem a szolgáltatás, hanem a... Ahol a sátor is. Felszerelés. Az a fogyóeszközök, ez az. Ez az. Kemping csomagol. Az, kemping. Kempingelünk. Jó, hogy most tanulunk megint. Van még izény, van még 77 aranyom, még azt a rókás, még azt a rókás versenyből maradt meg valamelyikből, annak idején. Nem, mert ez nem az. Ez az. Hát ott az, hogy ebbe tudjam lebontásni. Ebet is sok mindenre jó. No. Hát pont feléd indultam el, Wolfi. Nem is néztem benne, hogy 300 méterre vagyok. Á, de idegesítő, nem kapcsoltam be ezt a vészinket. Elnyom. Hogy tudom, hogy a köcsök ugyanaz megkeres? Ha megnyomod a V betűt, és akkor kirajzolja a körvonalait. Ha, megvan, megvan. Ez. Itt van, hogy... Keres, itt csak nem találja. Futott előtte taxi a kecske. Igen? Ja, láttam, és fekete kecske ott futott el előtte. Dombbal szembe, vagy így oldalamban? Aha. Ja. Igen. Nem ám kiszpotolod, mert akkor behalok. Ne, ott azon a dombon, ami mész, ott előtte, ott futott. Már meglepődnél kiszpotoltad volna, már vártam volna, hogy megjelöld, érted? Másfél kilométerről, vagy hogy? 360 vagy 358 méter, vagy mennyi volt, de csak egy pillanatra láttam, hogy ott futott a levegőbe. Van valakinél akció most? Csend van. Azért kérdezem, hogy egy gyors játék újraindítását csinálják, hogy ezt a vészinket bekapcsolom, mert ahogy jobbra-balra izélek, van az ott, oda eltolódik a becsikozott horizontális majzé. Az idegesít. Lépjünk ki? Hát kilépek, kidob titeket, csak akkor csinálok egy gyors játék újraindítást, jó? Semmi nincsen. Akkor most lesz egy fekete kép gyorsan. Várja. Oké, akkor valami. Nem. Valami. Még nem léptem ki. Pont most jött az izé. Jó, akkor azt megvárom. Nem is nem úgy, hogy nem hiszem, hogy nagy durranás lesz. Pont mikor már ezt képet megnyomtam, pont akkor hallottam, hogy visított egyet. Hát nézd meg, próbál meg. Rálépj. Pár persze nem úgy. Micsoda? Ráléptem a farkára? Aha. Ez valahol, ott megy. Nem van. Ez nem befuffat róka. Hát mondjuk annyira nem is gagyi. Ugye megijesztem. Hogy kell itt levegőt? Face-el, mit? Face. Ma izét akartam nyomni a kontrol, vagy a izét, a shiftet.
Amelyik jó esik. Megvan. Ja. Minden gyorsan felveszem. Jó, oké, okay, oké. Okay. Kiléptem. Én is kilépek, csak gyorsan felveszem ezt a rókát. Meg most írtam gyorsan, hogy több rókát kérünk most a pályára. Hát, ha még emlékeznek rám. Ja. Na, megmondják, jó, akkor mínusz 10 000. Az a baj, néztem a cheat.ru-n, de ehhez, ami nekem van program, ahhoz nincsen cheat ehhez. Nincsen. Állnak van. Csak az izé van az ultimate, tehát a korlátlan mennyiségű lőszer van, meg az örök élet. Annyi van hozzá csak. 7 és fél kilós nőstény, nem mindegy, jobb, mint a semmi. Jó, hát, jó, mint amit én lövök ilyen 3,5 kilós, meg az etióp 0,6-os. Jó, akkor csinálok egy gyors ugyanígy. Jó. Addig elnézést a fekete képére. Jaj! Mi történt? Ha most jut eszembe, hogy izébe vagyunk. Multiba. Hogy hogy? Streambe is vagyunk. Aha. Ó, mi történt vele? Vagy mi? Miért? Most mondtam az előbb a dolgokat, amit nem kellett volna mondani. Ja, hát... Gyorsan elfelejti. Hát, jaj. Majd Setával együtt letörölne. Na. Szóval láttam ilyen embert, aki ilyeneket csinál, nem én vagyok, de én láttam. Hát a YouTube-on rengeteg ilyen videó YouTube-on van. YouTube-on persze, ott néztem én is. Hogy... Hát ez olyan volt, mint a Wargaming-es elment izére. Mire jártunk, anya? Wargaming-en? Ilyen versenyre? CV? CV. CV-s versenyre elindult a buzi, klán főnök. Elment, azt nem volt a Ghost Hack, meg ez a Amo Hack, meg mit tudom én, micsoda. Ilyen havi 100 000-eket tolt bele a Wargaming. Az egész akkuntját letörölték. Ajajajajaj. Hát ez benne van a papiba. Hát de ennyire hülye legyen, hogy elmegy egy versenyre, ahol rájön. Azt figyelik a legjobban. Elfelejtettem az egát. Érted. Áll, vagy csak kockáztatott, az ember azért ilyet nem felejtett, szerintem. Bár mondjuk, hogy hát aki elve csalást használ, az nem véletlenül használ csalást, tehát nem tud jól játszani, valószínűleg azért van szüksége. Stat növelésre, de hát az meg így, hagyjuk. Ahogy van. Úgy sem. Jobb lesz a helyzet, úgy nézem. Ki volt írva a fórumra, hogy kizárták itt a klán főnök csalás miatt. Mit tudom én, mennyi út 200 arany volt a nevelésig itt, az egész klánnak. Hát úgy, hogy főnk. Oh. De valami 30 000 arany volt 10 főnek. A jó 300 arany volt a... Vagy 3 000 arany főnként egy el. Jön a kis kutyám. Hopp, hangot hallottam, honnan hallottam én ezt, hol villog ez? Ja, azonosítom, rá kell nyomni, oké, megvan. Hú, mire én visszazökkelek ebbe teljesen ebbe a típusba. Ja, ja. Ajajajajaj. Nem nagyon láttad a fent a... Hol? Hát itt, játékban. Mert én a Wild-ot nyomom leginkább most. Aztán ott, de ott is küldet a medvetajgá, megcsinálta az összes küldit. Juponon szerintem már csak egy darab van hátra, de azzal szívok már 4 napja. Nem, mert ránéztem a de erről egyre úgy nem láttam. Már Discordra? Igen. Ja, én akkor magányba tolom, meg nagyon küldizek, akkor annyira magányosan csinálom, hogy Discordra sem megyek föl.
szinte akkor fanatikusan. igen, magányos farkasként vadászok egyedül. Még magammal sem beszélgetek. Az igen, az elég szerű. Mondjuk így jó, mert nem beszél össze magaddal amúgy. Ja. Hát a gyors gombokat kéne. Na, gyorsan már, gyorsan már. Mikor tölti be? Itt van már itt üzított. Oké. Gyorsan a hámert is meg kéne tölteni. Gyere, ez végül, hogy szedd össze magad, itt van. Ó, van, meg itt van. Mondjuk a másik játékban arra jó, hogy a pupóhoz nem veszíti el a nyomot. Ott futott el, bassza meg. Annyiból szeretem azt a másik. De én hallottam, hogy lehet ott is lesz pointel. Igen? Akkor újra kereselek? Igen. Állj meg kis kutya. Milyen vagy te ró? Nem kutya vagy te már. Az a problémám, hogy aha. De megint olyan homály. Persze. Hát úgy látom, a színeket még nem lőttem be, de az első rókám megvan. Most miért nem akar beengedni? Nem akar beengedni. Barátlistát csináltam, már sem csináltam. Barátlistám vagy. Rányom, akkor állom, nem akar. Lőttem egy... 22, 10 kiló. 51, 50. 80 éves kattam. Na, a versenyben jó lenne. Akkor végeztem. Játék. Axis Zero ezen az oldalon van, vagy a sárgán? Másikon van. Én legalábbis úgy láttam, hogy a másik oldalon lőtték, hogy vaddisznó. Akkor én átmegyek a másik oldalra. Itt van. Egyet már lőnöm kell. Ja, nem lőttem ki teljes. Halló? Halló. Most hívja? Tisztán. Gyuszik. Na, Gyuszik állóját. Nem raktam el a hámerbe a kis lőszert, mert nem vettem tudomást, hogy itt van nyúl. Ó, basszus. Pedig ott rohangál. Üregi nyúl. Ott van, itt van 5 luk. 2, 4, 6. 7. Hú, ez itt egy nagyon jó nyúlazós hely. 8 luk. És nem raktam először a hámerbe.
Milyen messze vagyok a házszól? Nem vagyok messze a házszól. Elrakok. Megerindítottad, vagy mit? Reggel 7 óra volt, 7 óra van. Jaj, 7 óra 15 van. Eljöttem a túlvégére, hogy ne tovább címet. Igen. Nálatok is ilyen olyan homályos, ilyen, mint a köd lenne, nem? Aha. Akkor jó. Már, jaj. Én meg be akartam menni a házba, hogy izé fölvegyek. Jaj, de jaj. Puská a nyúlhoz. Felszerelése. Pont nem férve, és az 10-est nem tudom berakni, csak az 1-est. Hát ez de jó. Azért. Hát úgy maxot töltöttem magamat. Igen. Ja. Hogy 99%. Nem, 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 nem,
ez a rohadt kutya. Az egy szép hím volt az, ugye? 24 pont. Ez hím volt. 11,2 kilós volt. Ez egy szép volt. A két pontról. Ja. Hát, hogyha Assisi-re megyek, nem tudom, miért nem a másik házhoz mentem. Na mindegy. Odébb ugrott a hab, kecske. Ott vagyok most a túl végén. Itt fotott el a keske, benn volt a ház az assziszt írtam. Azon a... Igen. Itt volt benne a ház, itt mellettem, akkor ide ugrottam. Most úgy vissza van. Hogy a szép, te szép pettyos. Azon a fenti részen szerintem itt emelő oldalon van. Itt ahol a vadisznók vannak. Vagy én nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani. Itt a házba udvarán szó szerint itt volt az assziszt írt. De nem tudom ennyi. Csíj.ru 2. Hát... Még jó, hogy nem mindegy. Nekem nem kell csalni, nekem elég. Én levelezni szoktam, én nem csalom. Belsőséges... Egyes vagy a kettes? Belsőséges kapcsolatban vagyok én a fejlesztőként. Barátaim mind. Ja. Főleg e-mailezés után. Igen. Kedvesen megköszönik, thank you, tehát nagyon... Ja, igen, amúgy rendesen. Meg fügyetes sarca. Na, itt volt a menekülő Axis Deer. Nem tudom, eddig futott el, de megpróbálom, hogy... Hívom, pont itt van egy torony szépen. Nem tudom, ki rakta ide. Hát te pályán csak csaragodod. Annak csak izéje van, hívója van, vagy illatspéje is van. Van ill, szerintem van ill, biztos, hogy kell legyen illatspéje. Na. Látlak, 1300 vagy el. Nőség, kurva anyád. Ellátok odáig, 1300 vagy. Csak itt homályosabb minden, ilyenkor reggel, mint az izébe. Másikban, elég nagy szürkület itt még. Hogy viszonyulsz a kiskutyám kiküttelek? Elmentél. Nőstény róka. Ott van egy a kiskutyám szép lassan előre, de nem arra futott a szarva. Hát nem tudom, a büdös kurva anyádba vagy te. Valaki megint jó volt egy követés, de mostanában az a divat, hogy ilyen botok kezdenek bekövetni, aztán utána tehát a követést meg visszacsinálják. Aztán nem tudom, hogy megköszönjem, vagy ne köszönjem meg, nem tudom, ezt az ötletet kitaláltak ide. Mindegy. A jó statisztikát elméletileg emeli, de nem látom értelmét, tehát most mindegy, hát
csinálják. Csak érted, nem tudom, hogy való személy, vagy nem való személy, ja, köszönjem, ne köszönjem, érted? Bár általában szerintem legegyszerűbb módja, hogyha valaki tényleg bekövet és való személy, írja a csetbe, hogy hello, azt köszönök neki. Addig nem köszöngetek meg semmit, mert... Ó, oh, Rupio gameplay! Valós! Szia! Megjött a kedvünk Wolfinak a rókázáshoz, én mondom, akkor majd Axis dír ezek egyet. Csak még néhány gombbal gondom van, meg vissza kell szoknom. Na, ez nagy lesz. Ez nagy lesz. Nem, ez nem megy el. Az enyém. Várj, mindjárt a nézek. Hát, pont a dom mögött van. Nem. Jöjj. Már be van feszülve ott a kutya pedig. Felfúzott a dombra, dombra lakoltam, szerintem kisúlt. Szia, Misi! Én csak kiamalegú voltam. A kutya nyűszített? Aha. Hát akkor te észrevett. Kész. Elvetően valamikor majd jönnie kéne. Hát, hogy nem úgy sincs. Abba sem vagyok biztos, hogy szaktanító sprét elraktam el. Gyerekek, én annyira kiestem ebből a játékból, hogy nagyon. Nem kell, hát most ha nagy távolságra lősz, akkor felesleges. De a kutya nincs olyan messze. Az a baj. Mennyi 56? Ó, van szaktanító spré. Merre fúj a szél? Jobbról balra fúj a pályán keresztül. Főleg. A lottát megcsaptakar mindent a bokor. Ott megy a kutyám, az meg oké, az megy előre. Kecskét hallok. Én csak nem is tudok. Nincs olyan messze pedig az akármi, amit a kutyám követ. Mindegy, befogom magam az a kutit. Hú, én most nagyon el vagyok tévedve, azt sem tudom, melyik gombot mikor kell nyomnom. Úgy gondolkodok el rajta komolyan. Kutyám szépen megy arra, és távolodik, úgyhogy én ennek lehet utána ki, hogy menjek. Hol van? Mutasd meg a kutyát. V betűvel. Én? Nem, taxi. Ott van fönn a hegyen a... Én? Nem látom. Ott nagyon messze fönn arra, mert nézek most. Ott a... Ott ide jön. Ott van, megtaláltam, ott van, most van. Csak én nem csak látom, hogy hol van. Úgy ott van. Aha, meg lesz az, ott van. Aha. Ott van valahol. Hát az egy nőstény. A hím az itt volt a háznál pedig. Aha.
Ú, nyomom ám az elbetűt is, te. Ó, te. Óha. Itt van, itt van. Hát, meglövöm ezt. Ez van itt, meglövöm ezt. Három lőszerem van. Nem most, hogy elbukszom valami. Három szám nyolcas, grabírozott. Ez az élet, apám. Hát azt vagy nem jól találtam el, vagy nem találtam el. Meg kéne pontoznom, azt hiszem, ott azt a helyet nagyjából. Valahol ott volt. Hát. Tehát azt nem találtam el. Azt nem találtam el. Itt kell valamit venni. A véletlen összehozott minket. Köszönjük Bálintnak, hogy véletlenül oda csöppentem, mert azt hittem egyébként, hogy ő csinált multit. Hát mondom, bemegyek hozzá, aztán ott szembesültem a dolgokkal. De akkor még föl se fogtam, hogy streamelhetsz. Csak mondom, ismerős nevek, mondom, jó van. Csak csetet azért nem olvastam, mert a játékot aztán nem néztem a streamet közben. Tehát én tényleg szó szerint véletlenül csöppentem oda. Na, valahol itt kéne lennie. Eltaláltam. Na. Eltaláltam. Megpróbáljuk kiküldeni a kutyát. Melyikkel küldöm ki a kutyát? Véd, menj a Nem úgy, ennek van gyors gomb. Mindig azt hittem izébe, hogy nincsen, de... De várjál, ez nem is tudom kiküldeni, ez nem a popó. Jó, gyerekek, nagyon el vagyok. Óha. Ott jön a... Mint valami kezdő. Azt a minden. Hogy is írják már ezt? Ó, nem szívem. Elfutottál. Ezek a színek sem előnyösek, azt is majd be kéne állítanom. Hogy elfelejtettem, hogy hívják ezt a rókát? Sávos. Sávos, azaz. Huton. Szerintem olyan 20-as lesz. Követtem ezt a nyomot. Az a 20,0599-es nőstény. Elég sokat futottam ugye ez a szarvas, úgyhogy lehet, hogy nem lesz meg. Ez a Bálint, ez az a Bálint, a vadász Bálint? Hát gondolom. Vadászós Bálint? A vadászós Bálint. De a valóságban vadászós. Nem itt a... Hogy ő igazi vadász? Abban nem vagyok biztos, mert vagy kettő vagy három Bálint is van az ismerőseink között. Kettő biztos. De mindjárt megmondja, hogy ő tényleg vadászik. Ott el van feküdve, megvan. Nem, fiatal srác, nem mindig, hogy vadászik. Az nem jelent semmit. Hogy fiatal, attól lehet vadász. De szépek a pöttyei ennek a szarvasnak. Első asszizétel, 0 GMS-t, nem mond. Át kéne állítanom ezt a nyomot, mert ez a piros, ez nagyon... Ez a vörös bolygón nagyon nem fekszik. Pikehurra gondol, ő is Bálint, igen. Pike és hund. Akkor ő lesz a vadász. Pikehun Bálint? Uh-huh. Ő lesz a Pikehun Bálint. De nekem ő barát isten rajta van a klasszikban. Igen, nekem is.
Sőt, azt hiszem még a DC-n is itt van. Vagyis hát... DC-n is szokott lenni. Igen. Most hát meg van adva neki az izé. A szerver meghívó. Az lesz az. Ő a Bálint, az a Bálint, akkor én gondoltam. Viszont az itt élő Bálintnak az apja vadász. Igen, arra gondoltam, aha, én akkor, is. Fele szokott lenni, ja. Na, akkor megvannak a Bálintok. Arra futott el a másik szarvas, de az elmenekült. Megpróbálom majd szépen valahogy meg előkeríteni. Hát hallottak, hogy még nem késő egy kis apró beletorni ebbe a pályába. Megmondom őszintén, már nem tudok mit venni. Micsoda? Szó szerint. Hát mindjárt mondom én, mit kell venni. 8 darab letelepítető lest, 6 darab. Jó, három lábú állvány. Azt is értelmesen, mert most... ja, hogy rókázó. Hát nem, mind értelmes, mind értelmes dolog. Hát ezek nagyon fontos dolgok. Ja. Tehát... Az jól elment dolog. Hát csak... Hát enélkül azt mondom, hogy nem azt, hogy nem lehet játszani, de nagyon jó lenne amúgy. Igen. Hát tudod, én általában, tehát inkább úgy, hogy elosztam a területet, hogy ne kellene mászkerálni. Vagy közel legyen mindenhez. Hát mondjuk, amik ez a pálya neked, hogy nagyon ki van rakva, mit ne mondjuk. Ez nagyon ó, öcsém, az idében másikban lenne a Call of the Wild-ben ilyen, hát az... 300 méter biztos, hogy nincs több balesek. Szinte azt mondhatom, hármennyit kérhetnének érte. Némán értelmes keretek között, tehát. Már másikba a lesekhez, vagy hogy? Nem, egy ilyesmi pályát, egy ilyen kimondott ilyen rókás pályát kellene neki csinálni, de hát nem fognak úgy az én kedvem érten. Ja, hát... Vagyis kicsi esélyt látom legalábbis. Ezt ma fedeztem föl, hogy ez a cég, ez több játékot is csinálám. Van egy ilyen az utó második kihalás címen fut, már magyarra fordítva, hogy ilyen dinoszauruszokat kell lőni, de már modern. Tehát olyan, mintha mondjuk volt a Jurassic World, tehát amikor ugye elszabadul ugye a városba minden meg. Tehát olyasmi feelingje van, és akkor fegyverekkel, dinókat kell lövöldözni, azoktól kell magunkat megvédeni. Meg van még egy játék, amit láttam ettől a cégtől. Azt Pistiék, a VR-os nézték, de azt hát leszarozták, azt mondták, hogy annyit nem ér a játék. Franz tudja, hogy megnézegettem a videót róla, de aztán minél tovább néztem, annyira jobban éreztem, hogy nem az én világom lenne az a játék. Egyik se. Ugye elsőre úgy érdekes volt, meg úgy felcsillant a szemem, hogy jó, de hát aztán egy sima lövöldözős játék, azt mészárolni kell a dinókat gyakorlatilag. Persze, gyere csak Discordra nyugodtan. Várjál már, hogy hívják a... A Hunter Prima, vagy micsoda volt az? De ez nem az. Az volt az első, de az bukta. De ennek jó a grafikája, meg minden. Tehát ez viszonylag új játék. Csak azt mondom, ez a cég csinált, hogyha nem ezzel a két vadászos játékkal voltak elő. Jaj, de nyomom az elbetűt, mikor nem azt így. Na, szia Bálint! Sziasztok! Hello! Jó! Nyitott a pálya, úgyhogy ide is be tudsz jönni a klasszikba. Ha csak véletlen minden ismerősen térül, akkor lesz jönni az BAD-telet megint. De én most motrozgatok Call of the Wild-ba. Ja, csinálod a zéket, tornyokat, meg a többit. Ja.
Én állítok ezzel ezt a cian, beállítom, mert nem, egyszerűen nem látom a... Mindjárt visszajövök. Oké. Ez hülye volt. Ahol lett? Előbb itt volt a nyom. Hát állítottan sem látom. Valami trofit lőttetek-e? Mert mindegyünkbe. Bá, nem. Elő, egyszer nőstényedőt lőttem. Petyes szarvost. Annyira el vagyok szokva az itteni gombrendszertől, hogy a játék mechanika, hogy működik. Hogy... Ott van nem valami. Hogy egyszerűen szó jó, szerint... Jó, már rohadjál meg, bot. Bénázok szó szerint. Most nem nyúzom kicsit a klasszikot. Szerintem tegnap megnéztem, én láttam legnagyobb eszférit. Szerintem annál a nőmböt nem mondok. Igen? 242 pontos. 250 a maxa, nem? Igen. Az nem, 245. Az a maxa? Igen, tegnap. Vagyis igen, néztem. Már úgy mondod, hogy a legnagyobbak között a 245 a legnagyobb, de úgy van, hogy tehát a pontozás, a tólik pontozás 250 a legnagyobb. Csak ja, nem lőtt még annyit, csak 245 volt, amit eddig lőttek akkor úgy. Hát az nagyon szép, 8 ponttal vagy elmaradva a csúcstól. Szóval akkor az első 100-ban benne vagy. Azt tuti. 33, vagy 2, nem tudom. És itt a kutyám, és nem küldöm ki, basszus. Istenben vagy a fönnben. Ott van, ott van. Mire megnézem társadalmi fogadjunk, hogy ott van. 1-3 méter. Ilyen basszus, komolyan. Hát, és pont észrevet. Ne legyen. Ma elkaptad a ukaj, mi van? Ott jön. Menj utána, kiskutya, menj utána. Meg kell néznem, hogy van ennél jobb távcső, mert ez nekem nagyon kicsi. Én azt szerintem rossz távcsőt raktam rá. Az a 5,5-szer, mit tudom én, hanyasan nagy. Az nem megy rá a 3-4 tasabb. Nem megy rá, hát én nem tudom. Én nem tudom, nekem nincs. 308-ason én csak a küldetésből használtam, vagy háromszor, ott annyi, én nem... Még azt kell szoknom, hogy a hangtervéten kell megnézem az állatokat állandóan, hogy mikor hal hangot adnak. Állandóan az elbetűt nyomom. Az is szó, nem érdekes. Érdekesebb lett a játék amúgy. Igen. Érdekesebb. Igen, mert nem mindig adja be a azért a magának a jószának a textbe, és visszafordul. Hiába hívom, inkább visszafordul, a kutya is visszafordul. Hiába hívom. Taksemlegesítő is van rajtam. Igen. Ó, nekem, de nekem darabra minden puska megvan. Darabra. Én nagyon elvetemült játékos voltam ebbe. Húha. És hiába hívtam be, megállt a róka, visszafordult, a kutya is visszafordult. Az úgy elszart, hogy nem talált a kutya. Ott megy egy vaddisznó, de pedig ott a fekkes szarvosa. Az, ha ráfordul a hívóra, akkor az szokott, akkor az addig megy, míg oda nem ér elég. Az nem az. 190 méternél közeled a nem ér. 13 valamennyit írt ki neki. 13-6-tól 15,5 kilóig. Az lement a partra valahol.
az jó lenne. Hát jó lenne, de nincs meg. Ugye is visszajött, csak. Ó, ezt a ciánt már legalább látom. A piroson igen elveszett. Vagy én még balfak hozzá olyan. Visszajött de a kutyám, de még? Az iránya megvan, hogy merre szaladt a róka. Mert a kutya, ha 50, hát ha maxos a kutyád, akkor 200. Nem. Ja, nem maxos? Nem. Akkor azért, mert hogyha ha 50-es a kutya, akkor ott 200 méteren belül, ha van, tehát a 199 méternél van a róka, akkor azt érzékeli, de ha csak mit tudom én, 35 pontos, akkor vagy 150 méter alatt érzékeli. Hát én 30 perc. Ajaj. Mutasd ilyen. Szerintetek mellé lőttem, vagy nem lőttem mellé? Szerintem mellében. Megállt a bokor mögött, elkezdte rázni a fejét, jobbra-balra. Nem ment mellé. Visszafordult, fel is tűnt. Ahogy szokta. Elkezdi rázni a fejét. De a kutya vissza is fordult. Pedig ott állt előtte, vagy 15 méterre. Meg lesz. Én nem tudom ennek mennyi a maximuma. De szerintem azért ez nem túl nagy. Igen, az olyan, mint a róka is, mint a vaddisznó, mikor hívózod, megáll, és akkor elkezdi rázni a fejét, mintha érezni, hogy mi fog vele történni. És akkor vakarózik ott jobbra-balra, hogy most jöjjön, ne jöjjön. Hát figyelj, minden lehetőséged megvan rá. De nem GMS-re. A GMS-re sajnos egy darabig játszani kell, hogy fegyvertelenesen az ember, ami tetszik neki. Egy jó darabig. Hát igen, sajnos ez a játék nem fizet olyan jól. Valaki meg tudja mondani nekem, hogy mennyi a maximum az Axis Deer-nek? Hogy legyen viszonyítási alapon? Megnézem. Már a trófeáza be kéne rakni. Egyet akkor már. Akkor néztem, 2-5-6, hát igen, nem biztos. Ah, mindig bekapcsolom a futás, mert... 2-10. 2-10. Ez 80 hát, ami ami a helyezéseknél volt, az 2-10. Hát akkor 2-10, hát olyan 160, 100, hát 180 körül már azért a goldnak minősíteném. És az olyan tömhető példány. Ebbe is van notifikál, vagy ebben nincsen? Színvariáció, három színvariációt raktak be, ahol emlékszem. De azt is utólag, a következő patchbe. Igen, mert ennek is két agancsa van, igaz? Két ilyen sima agancsa. Aha, nagyon hasonlít az agancsa izéjére. Hát ennek a kicsinek, ami van a trópusi pályán, a... Jaj, a sitkár. Sörényes. Ne, a sörényes. Sörényes. Na mi van? Elfogyott a... Ha nehogy már. Azt nézem, hogy... Jó, de most már lőttem egy axisztiót.
Jó, kész, végeztem a játékkal megint. Sziasztok. Végigvittem a Hunter klasszikot. Várj, majd én már felrókámat. Majd én már felrókámat. Nem, én végigvittem a Hunter klasszikot. Azért mentem másikra. Azt is végigvigyem. Addigra pont megjelenik a Ultimate Hunting. Mindegy. Nem, Taxi? Hogy? Mondom, sziasztok, nekem jó, nektek meg mindegy. Ja. Én végigvittem, csináljátok meg magatok a többit. Nagyon vagyok, amore. Ugye, Csabuksi. Tegyed magad össze. Ne bánts már, kutyát! Nem, itt is rámenjünk a nagy rókára, mert itt a nyoma. Csak nyugodt, kenguru. Egy lefel a folyó fel. Én minden lőttem sem. Hát pedig ott... Ott a szembe, amiben van veled az a hegyvonulat, ott már lenni kell rókának lenni. Követtem egy rókát, de hát... annyit ér. Hát, a kenguru nem tudunk kikülni a kutyán, de kicsit mohó vagyok, nem? Kengurut is keressen a kutya. Meg mindent is. Rókát keresi, az a legfontosabb. Igen, igen. Nem, ez körbe-körbe megy ez a róka. Mi se az? Disznó van a hegyen. Meg kell keresni. Disznó van a hegyen. Ott megy a disznó a hegyen. Ott a kenguru van. Az is itt ott. Már megint majdnem ki akartam spotolni. Nagyon-nagyon idő vagyok. 120-ra van. Nem, mintha távolság számítana. Feküdünk rá, mert azt tudjuk fekvést csinálni. Ja, hát pedig én szoktam nyavajogni is, amikor már lefáraszt a játék, tehát az a, nehogy összejöjjön, nem, neked még kell 3 órát játszanod, nem sikerülhet. Tegnap is, meg ma is, Yukonon van az utolsó, hát talán az utolsó, mindegy, az utolsó sorozat X-edik vége felé valamelyik küldje, hogy Gold Grizzlyt kell lőnöm, íjjal szívlövéssel. És hát nyilván az hímet jelent, és egy hímet megtalálok, az abban a pillanatban elkezd menekülni. Googolok, akkor távolodik. Ha simán megyek, utána meg állna a fut előlem. Közben hívózok, és megállok, meg lassítok, meg minden, és akkor jön 5 medve le a hegyről, mind nőstény. És ma is 3-at simán szívlövéssel elejtem, a hímnek a közelébe nem tudok menni. És már a 4. alkalommal küzdök rajta, szép partidőlövés. 79 pont. Gyerekek. Viki talált egy 7-es szintű medvét, én ne is lőtt. Igen. Az jó, hát én az este tudod, az a izét volt, az a hata, hogy more, itt a nagy róka. Itt a nagy róka. Mert az este tudod, én azt a izét lőttem, azt a 6-ost. Hát a 7-es az már ez van még. 1200, valami nyit kaptam, értek? Muflonra vadáztam közt. A 7-es még az gold, igen volt. Melyikkel állítom én ezt a saját magamat? Hogy is van ez? Dupla egérből forgatod. Aha, oké, valami lesz így, hogy fordítjuk magunkat. Nyomunk egy egyest. 308-assal, vissza a space. Itt lesz valahol. Hon vagy buksit, de csak ilyen. De kár az pont, na, így talán így jó lesz. Így.
Pont ide kéne egy tripod stand-re, ide pont partra. Így ide teszem, hogy agyon akar, le akar karmolni, így ide rakom, hogy le akar karmolni a izét, így, ide tesz, ó, de nagyon jó. Csináljuk egy fotót. Még a kutyát az lőjünk be valahogy jobb pozícióba. Így. Oké. Nagyon jó. Még egy kicsit. Gyerekek, ilyet még a vérfarkassal sem lehet csinálni, mint én most én itt lefotózok. Igen. Mondjuk azt meg tudnád csinálni, hogy a kengurúnak a lába, a felső vagy az a farja, nem tudom átölelni a nyakarat, akkor az meg... Igen, igen, az, az igen, lenne igen. Nagyon jó. Oké. Elfogad. 79 pontos, ezt kipraparáljam. 13-as kipraparál. Kipraparál, de hova rakjam? Preparál ki inkább. Nem preparál, mert már 80 pont, meg van 85 pontos is, úgyse cserélem, mert... Itt van Moretti, van akkora, mint egy bornyolcsén. Hát a Wolfi, az, az... Nincs az a róka mennyiség, amit nem tud ele... Mennyi volt eddig a rekordod, amit eddig darabra lőttél ezen a pályán? Egy vadászat alatt. Ja, egy vadászat alatt. Egy vadászat alatt. 25 körül. 25 rókát egy vadászat alatt. Más nem is lő, csak rókát. Ha jól sejtem, ha jól emlékszem. Jaj. Más összesen nem ajt annyi állatot egy vadászat alatt. Itt, ócsi, megvan, megvan. Itt van. Itt, ez nagy lesz, ez nagy lesz, gyerekek, ez nagy lesz. Ismeritek, van egy jó barátja. Csapámat hívják. Na. Hanyos lesz? 20, 20, 30 között van. 25-ös. Ó, ez nem lesz 25-ös. Átmegyek a hegyen, úgy döntöttem, megnézem, mi van a másik oldalon. Volna egy másik nap is lenni kell itt a nagyobb sokkal. Gyere csak ide, buksi. Gyere csak. Itt van, mondom én, mole. Ez nem az óta nőstény. Itt, itt van, itt van. Wolfi, baksos a kutyármán? Tenyém, ó, már egy éve. És a második, hát az, mert van egy másik, hát cserekutya. A másik, hát a másik az még olyan félkölyökszerű, de... Hát ő, róka, róka szőrön nőtt fel, tehát ő, ő más nem látott, csak rókát, tehát ő... Na, majd kíváncsi leszek a, üzén, a Yukonon, ott azon a részen, ott, ott viszonylag lehet jó rókát vadászni, nem olyan hát nehéz, tehát van nyílt terep, tehát ott azért észreveszed a rókát, mert az a baj, hogy is fedelem, a többi helyen annyira sűrű a hajnövényzet. Meg ott számít a szél, meg a szak sokkal jobban, mint itt. Igen, az a baj, hogy nem... nem... Szia, Martino! Semmi szivat engem, ez a róka tesz. Körbe-körbe megy. Nem baj. Én is megvesz. Kicsit visszatértem a klasszikba. Mert a másikat, Call of the Wild-ot nyomom, most már mennyi, hát talán fél éve, van már fél, nyáron kezdtem el. Azt is ilyen június, július környékén. Pont 3 éves lett a, most 2 éves lett a klasszik, amivel játszom, aztán jött egy váltás, külső nyomás hatására természetesen. Megdomáltak, hogy, a, hogy azért azt, azt próbáljam ki, hát mondom nem, mert itt már és még egy vadászjátékot fizessek, meg, meg minden, meg ugyanazt játszom minek, oké, hogy szebb a grafika, de hát na. Hát aztán mondták, hogy ők letöltik, elkezdenek vele játszani. Elkezdtek vele játszani. Aztán hát én meg nézegettem még a videókat, meg minden úgy, Wolf is mondta, hogy nézek a videókat, meg hogy ő nézett, és akkor neki kezd tetszeni. Aztán...
elkezdtem Steam-en nézegetni, hogy végül is mennyibe kerül ez nekem. És pont szerencsém volt, mert volt ez a nyári leárazás, ez a Summer Sale, nem tudom mi a neve ennek a akciónak a Steam-en. És le volt árazva 43 euróra az összes DLC-be. Kb. 15 rubóért megvettem az összes DLC-n a játékot. Aztán mert úgy voltam vele, hogy most ha az alapjátékot megveszem és tetszik, később visszamegy az ár, akkor meg sokkal drágább a DLC, mondom 15 ezerért fölteszem a polcra, még nem akkora bukta. Hát aztán úgy megtetszett a játék, hogy gyakorlatilag fél évvel be se léptem. Úgyhogy ajasztom, ugye ott a küldik újak, azért a grafika is úgy, az egy kicsit úgy feldobott engem ezután. Aztán azt kezdtem el, és az új kihívások, meg az új viselkedésformák az állatoknak, az új játék, mechanika, úgy azért, meg hogy gyorsabb a fejlődés is azért, az is szempont volt. Meló után az ember nem akar még egy melót csinálni alapon. Aztán ott ragadtam gyakorlatilag. De ezt meg nem írom ezt a játékot le, mert ebben nagyon sok időt, nagyon sok energiát, meg egyéb más dolgot is befektettem. Mivel töltök újra itt ebbe, gyerekek? Mivel töltöm fel a puskámat? R betűvel. Húha. Ja, be kéne raknom először. Hú, gyerekek. Húha. Nagyon-nagyon sok dologtól el vagyok ilyen szokva. Na, még szerencse, hogy nem valami alvinóval, az elment volna itt nekem. Nincs, hogy szívott ez a rohadt pókot el. Itt mászkerált, hol vagy? Ott, mókere a szem. Hol van, itt van, ez is egy csávó. Ki lőtt ekkorát? Én? Hány méterre vagy? Hát én nem tudom, azt sem tudom, hol vagy. Nem 582, ez nem zavarhatott. Szia, taxi! Aj, bá! Szia, pipi! Már mi vagy, kérdez a csesszé? Elkezdem olvasni a csepet. És ma már másodszor, komolyan, ma már másodszor. Elkezdem olvasni, amit írt, és így szoktam köszönni magamnak. Jaj. Legalább illemel. Jaj, illemelves vagyok. Ja, meg. Ma mind a kettővel játszottam, és amit most megszoktam, itt meg elfelejtettem. Amiért ott sírtam, hogy abba úgy nem úgy van, ahogy itt. Azt most meg itt sírok, hogy ami nem úgy van, mint ott. Ez így megy, sajnos most. Úgyhogy egy jó kezdő játékost láttok a mai nap folyamán. Tüdő szívlövést lőttem én onnan. Azt tapasztva. Isten veled, az meg a magyar ottan. Ott meg a kenguru, ezt fölvesszük, itt van valahol. Elmegy a kengurura. Arra szólt valami kenguru. Hát ebben a sziklában ott sem fogom látni. Még azt is meg kell szoknom, sokkal haloványabbak itt a izék, ezek a nyomjelölések, mint a másikba. Nagyon-nagyon nehéz, ha közel megyek hozzá, akkor alig látom, hogy hol van. Hát itt kell koncentrálni jobban, mint ott a biztos. Mennyi disznó? Annyi disznó van itt, mint régen a sírlangban. Ez arra ugrált volna el, de erről jött a hang. Ez a kenguru álltak rengem várni.
hogy annyira közel volt, azt elriasztottam volna, nem vettem észre, hogy a disznóval variáltam. De attól függetlenül erre megyek tovább. Ott, ne, ott a kenguru. Ott van, ott van. Látod? Á, persze, mindjárt bepontozom. Ott van pont a hegytetőn, a 272-re van intőlem. Ez ott a rengeteg disznó. Önt azon a hegyen, ott a... Na, ott áll a... ott áll a izé. Ott áll a kenguru, pont a hegygerincen. Ott van. Az a baj, ez az árnyékos oldal is nem látom. Szerintem lehet, ez az egy hím 60-tól 95 kilóig. Azt pedig, ajajaj. Azt akartad meglőni? Te tőlem 300 méterre vagy, és onnan látod, amit én nem. Na persze. Ugyanazt a hegyet nézzük. Várjál már, ugyanazt, de már itt a róka. Hát aha, de várjál, nem hang. Jött valami hang. Na, azaz. Csak aha. Szerintem pont... Majdnem pont ugyanazt, a... ez itt van lenne. Jó, jó, megvan. Oké, nem a pontodat néztem ám, miért is azt néztem volna, á? Ott van, már nem látom, hanem már látom merre van. Ja igen, pont, mert a, igen, kis, pont a hegynek a másik végén kis, van. Kis dobó, kis domb van itt köztünk, úgyhogy... Igen. Megy hát, át egy nőstény ja. Disznó, feléd megy pont. Nem hoztam ilyet. Ah, nem volt személyes sajnos. 160-190 biztos. Pedig lehetem lett volna hülyeség. Isten, mondja, hogy a baktusan van meg nem van. Lehetem lett volna hülyeség. Ott a kenguru. Jó, 60 méter. Éj, de szívem, hát nem lementél. Jaj, de aranyos vagy. Pont bementél a domb mögé. Pont nem látlak. Ott van, kijött, meg van. Azt már csak ugóval lövöm meg, mert fekve nagyon nem. Megvan a róka. Kenguru. Arra tudtál segíteni most? Abban meg ott fut a rokkáme. Én ijesztettem-e? Hát... Hája, nem. 300 méterre vagy 292, fele tudja. Akkor nem lehet. 250 ma. Azt mondod? Azt írta. Nem, több a lövésnek a maxa. A HMR-é 100 méter. Oh. Azért a 300-asnak is. Ez ja, kicsit... 300-assal lőttél? Én a 38-assal, a Wolf ült 300-assal. És eltadott a izé... De hol van a disznó? 500 méter, ha jól tudom, 500, nem? A 300-asnak van 350. 79 fontos ez is. Ebből most nem csinálok fényképet, mert... Megy, már van. Ja, ez az. Melyik? Ez, hogy morbid barátságtalan vidék, azt mondja a Pipi. Hát, ausztrál sivatagi pályának íródott. Félsivatagos inkább, mert van azért fű is.
Ja, megint az elnyomom. Miért az elnyomom? Hopp, egy csak szaros kipot. Teri csikő, milyen pettyes. Pettyet nem számoltad még rajta? Hány van rajta? Még nem. 7 pettyes, akkor magyar. 7 pettyes magyar. Aha. És mi van a piros ja. És fekete pöttyök vannak rajta. Kis autóban. Megint megszívott. Katica. 0-10. 9,2-es nőstény. Na, na. Ausztráliában van ám sok szép hely. Csak kicsit száraz. A Call of the Wild-ra leszek kíváncsi, hogy raknak-e még be pályát, és hogy az milyen lesz. Mert itt már azt olvastam, hogy itt már nem, itt inkább új fajokat raknak be, tehát pályában nem nagyon gondolkodnak itt a klasszikba. Legalábbis rövid, meg közepes távon nem. Ez már régi játék ahhoz, hogy itt új pályát csináljanak, tehát ez... Ja, az lehet. Hát ez régi, az öreg játék már ahhoz, hogy most beruházzanak egy új pályára, tehát nem hiszem. Nekem Call of the Wild bánik minden, szóval arra oda csapnak az elefánt, és az úr szóval. Mm. Na, hangot adott ki az Axis Deer. Adjunk neki mi is hangot, hogy kijöjjön a bokrokból. De elég mély hangja van amúgy ennek a befögésnek. Ott van, ott van, nem tudom, hogy jól meg átment a folyón biztos. Használjuk a kutyát valamire. Út előre, az azt jelenti, hogy ez... Azt jelenti, hogy nem tudom, mit jelent. Egy órával előre. Hang a horror filmekből. Hát megmondom őszintén, az éjszaka az erdőben nem szívesen lennék. De azt Magyarországon nem sok olyan veszélyes állat van, ami kimondottan veszélyes. Na, nálunk is megpróbálhatod. Hát, a medvéket köszönöm, de kihagyom. Úgy megsimogatnék egy kis mackót. Most azt mondja, is megsimogatná engem. A félkarodat meg letépni. Jaj, azzal simogatna vissza. Ja. Na, mondanám, mi van? Mit szerettél volna? Leérj hozzám! Mondtam a lassannak, hogy elviszem Erdélyre. De amúgy elmennék. Nem mondta az régi trükket, már ismerjük. Amúgy én elmennék oda, tehát ott szerintem gyönyörű erdőségek vannak. Én viszont nagyon... Az erdővel van bajom, hanem a medvékkel. Hát pont azt mondja. Hát vinni kell medveriasztót. Ennyi. Nem ér semmit. Vagy csúnyán nézel rá. Hát, ha megijed. Ja, nem megijedted. Vá! Ja, igen, mert azt mondja, kiabálni kell vele. És akkor kilőgözt, akkor letépi a fejed. Rengeteget jártam Erdélybe. Az elő csak a fán vagy biztonságban. Úszik, fut. Ára is mászik. Fára is tud föl. Ára is jól mászik, úgyhogy... Ja, igen. A felnőtt medvék amúgy ritkán másznak fára, azt olvastam, hogy nagyon... Igen. Hogy még bocskorukban, meg fiatalkorukban fölmenne, de felnőttként már nem nagyon. De lehet, hogy csak azt, mert rustadisznók lesznek. Mert nem fáradnak. Legalább meg egy kézik. Mi az, a bika? Aha, egy 44-es magnó. Azzal talán. Meg egy 06-os azt mondja, akkor felmenne a fár. Onnan nem jönne le.
Ez nem szív lett sajnos, alálőttem, ez csak musika lett. Kicsit följebb kellett mocéroznom. Jó sok késés van benne. 30 másodperc. Streamben, ahol. Próbáltam, mert van ez a rövidített, hogy közvetlenül tényleg egy-két néhány másodperc válasz el a csetet meg a cselekményt a képen, de romlik a minőség. És én nem szeretem azt, hogyha kásás a kép, nem mint hogyha néha így nem lenne az, de úgy az aztán nagyon nem jó. Legalábbis lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy annyira nem zavarja őket, és lehet, hogy engem jobban zavar, mint aki néz, tehát mindenki, én ilyen furcsa lény vagyok. Ha itt a disznó barát. Nézd meg, öcsém, majd lebészárod a kutyámat. Ó, ott a nyom. Hát ez testövés lett, pedig nem is volt messze, 60 méterre volt, de nagyon alálőttem a... Sőt, úgy néz ki, hogy nem is vérzik már. Meggyógyult. De ilyen hama? De ilyen hama meggyógyul meg. Tudod, ha izé volt ilyen a összvérszarvas egy időben, hogy feltámadt hamvaiból. Én lehet, hogy rossz nyúlra tévedtem, egy másik testvéremet kezdtem el követni, ezt benéztem. Ennyi időt nem gyógyul meg. 308-as nem nagy kaliber. 9362, azt itt kellett. Igen. Azért a 308-as se olyan rossz. Most már. Kapott egy buppot még jó múltkor. Azóta használható, persze. Auschwitz volt ilyen. Emlékszem, még a Vapit első küldetéssorozatot csináltam, a Vapitisset. Azt nőrségi Vapitit kellett lőnöm. Azt képzeljétek el, 25 méterről lőttem meg oldalba, igaz, hogy lapocka részen. És egy órát sétáltam utána, várva, hogy összeessen. És nem. És kettőt lőttem meg így, ugyanilyen sétával, és azóta azt mondta, hogy 308-as Auschwitzot a tüdös életben nem használom. Csak akkor, hogyha a küldetést kéri, aztán kapott egy buffot. A maga a 308-as kaliber, aztán azóta az egész használható fegyverbe. Én a 9374 erre el szoktam lőni, az visz. 403 méterről belét lelőttem a belét, a jávort lőttem le, az a rekordom. 403 méter. Hát igen, a mérgezések, már Pipi írja, hogy ott már állap, nincs állat, mert állandó megmérgezik őket, abba döglenek meg. Na jó, akkor keressük meg újra a nyomukat, mert én itt elkeveredtem. Mondjuk az tényleg a szemétség, hogy mérgezik az állatokat, hogy úgy ülik, mert az nem válogat, tehát... Réted a vaddisznót kilövik, mert túlszaporodás miatt, a szarvasokat kilövik túlszaporodás miatt, érted, hogy a kecske is megmaradjon, meg a káposzta is megmaradjon. Már hogy ne egyék föl ugye az izét, meg hát nyilván túl népesedett, na itt van, meg van a nyom. Az oké, de az amikor mérget raknak ki, aztán a védett állatok megeszik meg minden, amit megtalálja, bármi is. Annak feltördelném a kezét. Meg az, akik vannak ezek a, milyen fa, nem füsti fecske, hanem a milyen lukat válja a falba. A sarló. Sarlós fecske. Hogy annak ott valami löszfal volt a földön, izé betömködték a fiókáknak a lyukát, az annyit ne tudjon hozzá bevenni. Mert hogy valakinek nem tetszett azt, de elkapták a csávót aztán. Bebukott. Hogy a védett állat, az hogy kimentem a pályára? Így is nem tudom, hány millió fecske eltett. Utóbbi 3 évben. Hát sokkal kevesebb a fecske. Emlékszem gyerekkorom a Balatonon 20-asával röpködtek ott keresztbe, kasban, mindenhol. Néztük az eget, ha fölmentek a fecskék, akkor eső lesz, ha lent izétek, ilyen, mint olyan 3-4-5 méteres magasságban, a házak között lavíroztak, akkor szép nap, erőfényes a sütés. 4 éve lakunk innen keleten, úgy képzeld el, de erről fecskérjük.
hogy alig láttunk. Az idén volt az, hogy láttunk ilyen 20-30 fával a villanyton itt nálunk kell. Előtte sosem. Meg volt olyan, hogy dögöt találtam, többet is, nem egyet, kettőt. Tudod, bejött hamarabb a fagy, nem mentek el. Jó, hát az... Még itt Hortobályra is hordták befele az izéket. Az ilyen fecséket, hogy túléljék a telet. A hamar bejött, mert nem indultak el. Jó nyomon vagyok, ez a keske meggyógyult, gyerekek, ezt ilyen szarú találtam el. 3-4 vérnyom és meggyógyult. Nem mondtam, hogy meggyógyult. Hát. Azt hittem, hogy az jobban vérzik. A másikban is ez van amúgy. Nem jó az a 308-as, hát kicsi az nagyon. Ez rossz lövés volt. Én ezt szeretem, határozottan emlékszem, hogy én ezt a puskát szeretem. Ezt még a Timber Holdon is előszeretettel használtam. Hát de most már nem olyan. Nincs olyan átütés. Hát de pont... Másikban, hogy megmutatja azt, hogy mekkora az átütés, sebzése, vagy milyen állata van. Hogyha úgy lövöd, akkor kiírja azt, hogy nem volt jó a lőszer, mert hogy nincs átütés. Hát én... Mennyi volt? A M1-esbe megy a 30-06-os, és Viki 4 lövésből szedte el a bölény. 6 méter volt az utolsó lövése. Szóval... Hát jó, de a bölény az kemény állatám. Rendes volt a lányom. Most te érted, mert hogyha most bölény nézel, nézel egy medvét, vagy nézel egy vapit. Egy kisebb, tudom, azt mondom, hogy úgy a 308-assal, mert ott is 150 méter a max, nem? Egy 308-asnak. Megvan a kecske, elhúrdált. Basszus. De nem is vérzik. Azóta nem vérzik. 3-4 vérnyom, és itt van a kecske, megfekítve. A fagyról jut eszembe, máma nálunk hallani. Az gyönyörű. És merre lak? Ha nem vagyok indiszté? Erdély legészakibb megyéje. Hargita megye. Ha mond valamit. Mond, már voltam ott. Vagy 8-tól 9. Most már kitalálta, hogy hódra fog csapdázni. Mert a keletén van egy csomó hód. Azok. Meg vidra. Annyi hódunk. Lejöttek hozzánk a vidrák. Annyi hódunk van, meg vidránk, hogy... Szaladgál itt az úton. Tehát tényleg, komolyan. Azt mondják, hogy a hód elég agresszív tud lenni. Az biztos, mert le kell lőni, vagy agyba fűbe verni. De nem tudom, a stégünk előtt úszott el az egyik este. 30-40 kilósra nő meg a hó. Még jön is kérdettek tőle, hogy mi az a sötét volt. A vidra az cuki, azt nem kell bántani. Az, jó, a hód is az. Hód is az csak. Hát a hód az egy fiál. A varászok is mondták, hogy a Tiszán volt az ártérbe. Ahol benyelik a ilyen fölös vizet, így mondom, hogy volt olyan, hogy lőtték távcső esemesztiről őket, mert egyszerűen közelbe mentek a izéhez is, kimúlt a hót, neki fordultak a kutyáknak. Az igen. Ha várnak a közelében vagyok, vagy az adónak, akkor az embernek is neki fordul. Igen. Nálunk is voltak egy időben. Aztán nem tudom, mi lőtte őket. Biztos megmérkezték őket. Szerintem van valami olyasmi. Nem, itt a keletén, mivel nagy volt a töltés invázió, így mondták, nagy a fa szaporulat.
azért raktak be húzott, valami 4 vagy 5 családot raktak be. De hát az annyi. De ezelőtt 8-10 éve felrakták a legtávolibb kihalt részen, ahol se nyaralók, se horgástégek, semmi nem volt. Most meg már teljesen végig vannak az összes horgástégeknél, nyaralóknál. Nem foglalkozik vele, hogy... Fordulj már meg! Duplázzál rá! Nem akar megfordulni. Ja. Nem, hát nem, már most ráfordult a hívóra, csak még álmodozik ott a bokrok között valahol. Lehet, Kobi. Állj meg, kecske, ott vagy 300, akárhány száz méterre. Állj meg, légy szíves. Tudtam én, hogy fog ez jönni, csak... Hát, befutott a lőnyibe. Miért akartál annyit futni? Hát volt a 180 méterre, vagy még... Dobd el a cigit, Wolfi, mert látom, hogy cigizel. Kerül meg a sziklát, Ja, ez taxi! Bocsánat, te Wolfi! Hát gondoltam rá, hogy ma hajózok, csak a lelki erőm nem jött meg. Egyszerűen... Izékbe jöttek már az U-boatok? Be! Normálisan, vagy csak még a beta verzióban? Azt hiszem normálisan, most a prémium üzét is lehet venni. Igen? Ja. Hát én nem próbáltam ki, csak találkoztam velük. És azt hiszem utálom őket. De még nem volt elég lehetősége meg nagyon megutálni őket. Ja. Jó a játék része, úgy vagyok, mint a hordozókkal, érted? Azokon se kattanok ki annyira. Izé, mint régen, de nekem a játék mellette nagyon nagy gondjaim vannak. Kezdem úgy érezni, mintha jó, hát most már oké, kiesek a gyakorlatból, de amíg rendszeresen játszottam, és állandóan olyan érzésem volt, hogy egyre kevesebbet tudok a játékról. Pont engem érde a róka marnát. Hát, hogy benézek majd úgy alkalmattán, de nem tartozik a főjátékaim közé, megmondom őszintén. Elvesztett ezt a prioritását. Hát nem annyira. Klánba se vagyok már. Úgy csak szólóba tolom. Ha nagyon keveset játszok én azzal. Elég. Megvan. No. Ó, öcsém, itt jön a hömpölyögnek a kecskékkel. Nálam a kenguru. Azok vannak többségben. Elég hömpölyögnek a kecskék van. Ott a minden. De mély hangja van annak a izének. Valami körbe futott nálad. Mi fut ennyire körbe? Egy madár az? Ott egy kenguru az ugrálott. Most ilyet meg, most megint nem. 296 méter, megpróbálhatom? 500-ra vagy. 10 perc állni fek, de jövök. Jó. Oké. Egy darab lőszere monotóban meg. Pont felé futva, ebben nem lesz rekordlövés. Puskahigálás lesz, akkor nem lövés. Vedd a főtőt. Én a kutyán szoktam szíjjel venni. Azok, de te hajtom majd a csúzit, más nem. Lenyugodott. Nem nyugodott. Lenyugodott, nem nyugodott le. Na, most, állj meg, elfáradtál. Én úgy látom, hogy elfáradtál, úgy megállsz. Állasz. És most tényleg elfáradtál. Hát ez... Lefeküdt a lúna? Le. Ilyet én még nem láttam. Itt vagy 5 méter, itt vagyok, azt itt áll a kecske előttem. Itt a másik. Hát mi van ezekkel te? Bebugolni. Lehet. Ú, azt mondom, mekkora szarma van. Ja, láttam. Itt a lablőszer.
Mindegy, van nálam. Van nálam Heimer, az is jó. Osztom, micsoda csítes öcsém ez a... Hát a Snowrunner-re most sem nem játszottam, föl van rakva, de a kormányom most nincs beüzemelve. Láttam most sem, hogy azzal toltad, Pipi, így a Discordon keresztül, mikor föl voltam. De úgy kóval, úgy eszembe, HNR-rel őriztem a izén. Nem a hírfelden, hanem a másikon, ahol van a... Milyen? Gímszarvas. Nőttem a rókákat, tudod, állványról. Két darab gyönyörű izé. Szarvas. Csuk, a fegyvert elővesztem. Tik-tik, lelőttem mind a két izé. Szarvas. Áj, mondom, faszak. Hát felveszem, hát a hármelyre lőttem meg a rókát. Amikor a jeges medvét fejbe lőttem be a tévedésből. És vége lett? Persze, persze. Na jó, hát, hogy 5-6 méterről lőttem koponyán, tehát pont szem között lőttem meg, de... Azért mondom, hogy vannak ilyen tévedések. Hát, na, elkezdtem, na mondom, itt van nálam a 9374R, az még 250-ig jó. Jött a fekete medve, de rongyolt rám fel olyan 100 méteren belül, megérezted, tudod, szembeszél volt. Rongyol rám fel, én meg a izével, a... mi az? A 10-es GA-val őssöre itte. Az összes tárat rálőttem, azt kinyírt utána meg. Mondom, találom el. Nem megy el a sörét addig, addig, amire... Oda, meg jó lett volna, elfogyottam össze. Sörétel, nem lövődött. A kurva anyára, te miért nem döglött meg rongyja? Mert volt valami egy izé, egy bocs, mert mély hangot hallottam, meg vékony hangot. Medve hang. Az alappályán, ahol vannak őz is, fekete medve, meg ezek. Ma most nem a klasszikról beszélsz. De a klasszikról beszélek. Elmentem izére lőni, mi az, őzre, erre a kananai lúdra. Az a hős felne, ja. Meg a vaddisznóra. Szóval nem mentem be a sátorba, mondom, kezdtem a háztól, mert jó sokat lenni, mert mindig baloldalt, hogyha jövök, akkor mindig az út mellett mindig szólt lenni izé. Szarvas is, vaddisznó is, meg néha pácán is. Mondom, őssörét mondom, őshívó, izé. Aztán rongyol rám fel a hűző, mondom, na, mert még mindig nem baszeg, jött a kurva anyára tököli már meg. Azt mondom, akkor megölt, akkor nem tízes géja. Hú, és a kurva anyára, nem csodálkozom majd. Na, még jobban felhelgelte. Hát amikor azért a, vagy 13 kilótól 20 kilóig érte azért, vagy 15-től 20 kilóig érte a rókát, azt azért a 10-es GA-val elkezdtem lövődözni. Mondom, nálam most 180 méterre van azért, HNR és a róka, mondom, lövöm a HNR, azt hiába léptem azért. A 12-es GA-val társadalmat ráraktam, akkor is bezavarodtam. Voltak ilyen kalandok. De az sem volt rossz, amikor izével. Fekete sörét a szíjra üttem a izét. Fártán. Megjött a... Na mondom, miért nem adja meg, miért nem adja meg, azt hát izé fekete sörét volt benne, nem tudom. Ellövök a fülem mellett. Ellőttem a fülem mellett, és el is elkezdtem. Például a hangtól megijedt. Közel vagyok valakihez? Nem szoktam ám gondolkodni, amit játszok egyedül, nem is veszek tudomást. 158 méter. Köszi, amúgy itt vagyunk, amúgy taxi. Ne köszönd meg, Wolfin, arra úgy.
lett volna akció? Na, nem. Na, nem, csak négy darabra kommentált el. Jó, akkor elmegyek odébb. Ja nem, most ízét akarok venni lőszert, már csak megint üzébe vagyok, már megint nem tudom, hogy most... igen, launcherbe kell venni, játékon belül nem tudsz. Megint nézem a sátrat, hogy mi van már most, akkor miért nem... Igen, amikor... De most ezt nem értem, hogy miért nem hangolták össze a játék. Mert ez még régi játék azért. Igen, hogy ugyanaz a irányítás, meg a vásárlás, meg a bolt, meg mit tudom én, hogy úgy egyben... Ja, akarod, Bille? Hát, hogy mégse ugyanaz legyen. Hát de most annak mi a jó? Most érted, csak hogyha Rupió. Több játék van, több pálya, nagyobb ma... Ne, Rupióval... Nem beszélgettünk, ugye előtte néztük a streamjét, aztán én, de ez a személyes gondolatom, hogy azért ez elég drága és elég nehéz játék volt, így nagyon réteg játék volt, és sokan szerintem azért nem szerettek ezzel játszani, mert amellett, hogy drága, nagyon nehéz fejlődni, nagyon-nagyon türelemigényes, tehát mondjam azt, hogy az igényekhez képest túl szimulátoros lett, és szerintem írtak egy másik játékot, és ugye ott már azért eltelt néhány év, tehát jobb grafikát, jobb motorra tudták megírni, de most ettől függetlenül, hát máshogy viselkednek az állatok, de maga a fejlődés az sokkal gyorsabb volt. Tehát én egy másfél hét alatt kiképeztem maxra a kutyát, két hónap alatt elértem a 60-as szintet a skillezésbe, tehát kifullosztam az összes skillt, és onnantól fogva a belső kereset, tehát a játék lóvét meg sokkal jobban adja. Tehát ott több ezer ezüstöt szerzel meg ugyanazzal az állattal, tehát tízszer annyit keresel jóformán, úgy átlapva, egy-egy állattal. És azért az így sokkal játszható, mert mondjuk valaki az a meló után szereti az ilyen jellegű játékot, és van két órája játszani, itt nem biztos, hogy jól érzi magát. Igen, nem akar kínlódni vele, hogy... Hanem történjen, legyen esemény, érted? Viszont annyira ezt se csinálták meg gyakorlatilag. Itt el van feküdve egy malac, amit én nem tudom, miért van. Wolfi lelőtte egy malacot, és nem vetted föl. Igen. Hogy véletlen volt, vagy kószagolyó? Én egy párat, csak hát ilyen 200, mit tudom én mennyikről lőttem, hát mondom, hát nem... Összeszedem, hát nem gond. Hát, jó, kaptam két GMS-t, ne haragudjál, Wolfi. Na, nem érdekes. Mindegy, majd a sört a kocsmába tűzik. Ja. Ja, úgyhogy egyébként igen. Nem is baj, hogy azt a Kotlot, vagyis hát a Call of the Wild-ot úgy írták meg, mert megmondom őszintén, az játszható. Tehát én is hazajött melóból fáradtan, hát nem tudom, melyikhez ülök le szívesebben. Annak a fényében, hogy most mind a kettővel játszottam. De most, hogy visszajöttem, nem... Azon kívül, hogy furcsa hát a gombkiosztások, meg minden, úgy nem érzem, hogy most miért ezzel játszok, miért nem azzal, mert így azért így visszatekingetni, jó, csak meg kell szokni. Úgyhogy lehet, hogy visszatérek, én párhuzamosba fogom tolni ezt. Ebben is van azért sok minden, ami jó, ami igen, a másikban, igen. A másikban is van, tehát hát... Itt valahogy a pálya kiépítésének sokkal több jelentősége van, mint ott. Mert ott leteszed a vízpartra, érted, akkor mennek az állatok, oda teszed a les, fölülsz, 3-4-et lelősz, át, ott továbbugrasz. Lehet így hatékonyan csinálni, de a franc tudja, tehát a túl könnyű se jó. Egyedül a két játékban ugyanaz a problémám van, az, hogy a küldetéseket nem úgy nehezítik meg, hogy mert önmagában nehéz az a küldetés, hogy goldmedvét lőjél szívlövéssel íjjal. Mert 30-40-50 méterről... Volt megtalálni. És az a baj, hogy 4 napja megyek
csinálni ezt a füldit, és 7-8 nőstény medvére jut egy hím. És az az egy hím is elkezd előlem 60-70 méterre futni, meghalom a hangját, felé fordulok, elindulok, legugolok, érted? Fölállgatok, meglát, elfut. És akkor, ha gugolva megyek utána, hogy ne zavarjam, akkor elmegy. És akkor egyszer csak azt látom, hogy az üruléken, hogy távolodik tőlem, mert egyre régebbi a ürülék. Már hogy írja is, hogy very old, meg mit tudom. Ha fölállok és elkezdek utána menni, akkor meg a én zajom olyan hangos, hogy elkezd előlem állandóan menekülni. És akkor veled az ördögi kör, hogy aztán most megcsinálom ezt 4-5-ször, fölhúzom magam, meg elsírom magam, meg minden, és akkor 8. alkalommal bemegyek, ott egy bagos mellé, oda sétálok az arcába, azt lelőm. És az is frusztráló, érted, hogy utána meg mikor már sejti maga az algoritmus azt, hogy már hányadszor állok neki a küldetésnek, akkor meg oda teszi ajándékba. Igen. Na jó, de hát itt is volt ilyen. Hát tudod, Igen. Tehát azért mondom, hogy a két játéknak van ez a bajom. Tehát, hogy... Hát a kutyák intelligenciáját az valami borzalom. De azt most javították a mostani patchbeállítól, a kutyák nem fognak löködni. Az, hogy előtt sétálnak, azt nem tudom, de hogy valami löködésről volt, hogy az megszüntetik. Vagy hát javították azt, hogy mennyire meg ugyanazt nem tudom. Elég állt, azt alig kikerülni. Igen. Tehát ott is a kutyával, vagy az intelligenciájával van, tehát az félkész munka a kutya egyébként. Viszont sok tekintetben előnyösebb ott a kutya. Itt nem kell ráállítani a nyomra, hanem ő maga megkeresi a nyomot. És skillben a 60 métert kinyomott 110-re, és akkor mit tudom én, lelősz egy állatot 200 méterre, kicsit közelebb futsz félútra, és kiküldöd a kutyát, megkeresi a nyomot, a vérnyomot, és a legkisebb vérnyomból megtalálja. Igen. Tudom, az enyém már olyan, hogy lapizsit lelőttem 202 méterről, előrébb mentem még 40 lépés, kiküldtem, azt megtaláltam. Hát nem biztos, hogy jól találtam ezt a maszkát. Elnézzük. Úgyhogy... Nem érzem úgy, hogy rossz volt ide visszajönni játszani. Egyedül a furcsaság. Bár ha egyedül játszok, valószínűleg azt fogom tolni, ha arról van szó. Tehát egy társaságban bejövök ide, nagyon fasz a nyitó pályát. De egyedül valószínűleg én azt fogom tolni, mert... Ott még van. Jó, de amúgy is, tehát most is a másikba akartunk menni, csak ugye, hogy csinálják a patchet, ami... Gyakorlatilag a másikba én akartam menni, azt maximum megpróbáltalak fűzni ez ügybe, de szívesen jöttem én ide is. Azért ezt meg azért szeretem, mert amikor már bejövök ide, akkor tudom, hogy az én kis pályám be van rendezve a saját ízlésem szerint, és akkor is otthonosan elzéli belek itt. A másik pályán egyelőre azon gondolkodom, hogy kezdjek-e kiépíteni, azt kezdtem el, hogy az előre lerakott leseket fölépítem, de csak ezeket az állványos leseket, ezeket a földszintes marhaságokat, nem, amit csak előre látsz. Gyári lakon? Ja. Amit gyári lakott ki? Igen, de abból is csak a tornyokat, tehát ezeket a lakos... Ja igen, mert az a kakunyhós bacaka, hát az egy forintot nem érem. Hát az. Arra gondoltam, hogy olyan helyekre lerakok majd állványt én. Na közben itt vagyok. Csak hát nem tudom, hogy azok a gyárilesek mennyire vannak lerakva jó helyt. Lehet, hogy egy gyárilesen jó arra fene. Igazából ügyeltek arra, hogy extra helyre ne rakják fel őket. De amikor már hogy mész meg sétálsz és jön egy, akkor úgy felugrasz rá, de jól túl körül tudsz nézni. 430 méterre csak kiszpotolsz egy állatot, hogyha éppenséggel ki tudsz. Csak megvan az a hátránya, hogy ott nyílt pályán mész gyalog. Mert azért itt ebbe a hátuljuk az itt is van nyílt pályán, de azért most az erdő szélére raktuk. Tehát az izén is a Vöröstorony, és a legtöbb ilyen erdő széle, fás terület széle, a fára szereltőles.
Valahogy így ebbe a klasszikban jobban adja az, hogy a leseket hova rakod, fölrakod, mert ott az erdő ott valahogy más. Tehát ott én nem látom, nem érzem úgy, hogy ide érdemes kirakni egy lest. Mert azon kívül bárhol máshol is kirakhatom. Más az állatok vonulása, tehát ott gyakorlatilag az állatok vonulnak, mert ennek egyik helyről a másikra. Azt, hogy van egy vonulási szakaszuk, és akkor elindulnak is nyugatnak, össze-vissza mennek. Hát nem, mert ugye mennek az evőhelyről a pihenőhelyre, onnan a kizéhelyre, a ivóhelyre, aztán... Igen, nem úgy van, mint a klasszikban, hogy megállnak, és akkor egy ilyen 200-300 méteres körben ott... Mászkerálnak. Ott jönnek körbe-körbe, mint a klasszikban, mondjuk, hát meg itt a róka, hát meg mondják. Csak mondom, én ott nem érzem úgy, hogy ki kéne raknom izét, lest. Hát mondjuk itt a fára szerelhető, az egy nagy kincs itt, az biztos a klasszikban. Igen. Aranyat ér, az biztos. Jó, az is pályafüggő, mert ide mondjuk traktornyokat raktam ki, de fára szerelhető lesnek hova? Hát persze, hát ide ki se tudod rakni sehova sem, mert nincs olyan fa, mire kirak. Ja. Ebből a szempontból a Timberboldot meg a Vöröstolt azt nagyon szeretem, szerintem az a két legjobb pálya. Maga módján a Jeges is, igazából. Nem tudtam be magát, hogy igen, hát ott is. Könnyűek az állatok már, nagyon nyílt terep, belász mindent, a jávorszarvas viszonylag ostoba állat, most idézőjelben mondom, hogy ostoba, tehát az a viszonylag könnyű elejteni. Igen, Google-ba van az, bölény is hasonló kaliber, igen. Az sem egy, nehéz állat. A jeges medve sem, hát a jeges medve az érdekes, tehát az agresszivitása miatt azért az óvatosan kell. Meg ugye vannak azok a tuja-szerű fenyves erdők. Azért igen, ott a jeges medve el tudám nagyon bújni, a százon kapod magad, hogy úgy 10 méterről kiugrik, aztán azt hallod, hogy hörög. Itt a hingók a Én megtaláltam valami szarvast. Pont benn van a kis domb mögött. Én itt nincsen szélirányjelző, ugye? Akkor fújnunk kéne, nincsen ugye? Nincsen itt. Itt nincs, itt balra nézel, jobbra nézel, és akkor látod, merre fújja. De itt is van szélirányjelző. Nem, úgy értem, hogy külön spré, de nem úgy, mint a izébe. Ja, nem, úgy nincsen. Mármit akartam? Ja, fújni az axisdírnek valamit. Betrombitálok neki. Kb. 50 méterre van. De fura hangja lennek a hívónak. Az nem van, megint. Itt a kutyám és itt ül, és nem küldöm ki, mert azt hittem, hogy ezt nem tudja. De tudja. Szarvas félig. Az is szarvas félig. Ja. Nem, ugye a koporra rászoptam, aztán mondom. Elindult a kutyám szépen lassan. Kérdés az, hogy ez a szarvas... Nem tudom, mert jól lehet beináltam. És fogadjunk, ez volt a nagy róka, amit itt körözök már egy órája, biztos ez volt a nagy. Menjünk csak busig, menjünk csak utána. Még megfújom ezt a... Megfújom a szondát, hát ha jön. Ne szórakozzál már, nincsen. Még itt van. Itt van pár méterre. Nem tudom, hogy hím vagy nősténye. Egyáltalán. Be is fújom magam, hát haza baja, hogy semmi. Itt legalább írja, izé.
25882-es. Ez volt az, amit akkor nem. Azt hittem, ez nagyobb. Én menjek, vagy te jössz, döntsük el. Ő jön. Igen. Aha. Ja, még nem írja, hogy hány pontos. Itt van. 40 méterre. Ja, látom. Lövök. Azt mondtam, hol vagy. Jaj, nem. Kéne töltenem, hogy töltök, jaj. Jaj, basszus. Ó, ilyen amatőr hibákat lehet lenni. Ah, két lőszerem. Ja, a kutya miatt biztos, az nem, azért nem. Azért nem tudsz lenni. Közel van a kutya. Most megvárjuk, hogy följön a dombon a 110 méterre. Hát most, ha íjom lenne, azt használnám. Hát most lehet, hogy a földbe lőttem be. Az is kiderül. Mondjuk az erőteljesen a... Nem. Ó, nagy volt. Jobb első lába körül. Tüdő lesz, meg lesz a tüdő. Én azt nem találtam, hogy jó ütembe kattint csak az egérgomban. Elfutok az izé fölött. És csak többet várok. Tíz óra 32, olyan sötétnek érzem én ezt az időt. Jó, megnézem ezt az állatot, de már rajta van a napszöveg, azért vagyok ilyen homályban. Lehet, amúgy. Most szabadságon vagy amúgy? Wolfi. Volt, hogy pont ezt a kettő, azon vagyok, amúgy. Hát most vagy 7 hétig nem is voltál fönn az én, te volt. Most... Nem, hát éjjel nappal mentünk, csak tudom, miért kellett megél. Aztán megy egy hét. Hát ez a hét lesz, amit... De hát majd az a biztos, majd ha vasárnap este még itt van leszek. Olyan, mint a kutya vacsorája, mondta a főnök, jaj, rengeteg a munka. Hát akkor mit tart vissza, bejössz a kocsiba, az mehet. Ne, az már zsiger elő, hogy több hetet egy belehúzni. Na, mondom, minek válaszol ilyen baromságokat most? Ez mondom, csak a te hibád. Menni kell? Ha hajrá, akkor menjél, mondom. Jó utat. Ennyi bizony, mondom. Szevasz, mehet. Na, 210. 93, nagyszerű, 7 ponttal nagyobb, mint amit előtte lőttem. 38 GMS. Most benézek a... Hát akkor mekkora a maximum a 200 pontot? Azt fogalma nincs. Hát gondolom ott az a aggant, ami megdobja. Az én gomb. Ó, de jó, kivilágosodott az égom nálam most, az Y, éjjel, azt a kisütött a nap, gyerekek, fölkelt a nap végre, 10 órakor fölkel a nap, 10:11-kor. Igen.
Azt a... Nem, nagyszerű. Ez igen. Mondjuk ezt igen, ezt lehet nem kell hol erőltetni. Gyanús volt magam, miért van itt ilyen sötét, már 10:30, gondolom. Még ott kell, hogy 7 órakor olyan sötét, mint az állam. De lehet, hogy akkor sem lesz olyan sötét. Én alig láttam, a kutyából próbáltam belőni az állatok, merre lehetnek. De jó van. Betöltött, vagyis Steam-en le volt áradva a PC Simulator Building. Tudjátok, ez a PC építős ilyen szimulátor. Biztos hallottatok róla. Van magyarosítás hozzá. Aztán... Vártuk, hogy a magyarosítás elkészüljön, de ezt már 2 hónapja vártuk. Én azért nem akartam vele játszani, mert... Ugye e-mailben meg ilyen-olyan szöveges formátumban kapjuk meg, hogy... Mit akar a vásárló? Hát én az angol értelmezésben nem akartam állandóan Google fordító, az nem játék, érted, hogy kimásolod, bemásolod, írtok, mert ide kattintasz, oda kattintasz, az úgy nem játék. Hát vártuk a magyarosítást. Elkészült a magyarosítás. Hát mondjuk, nézzük meg, ó, de jó, 50%-a le van értékelve azért. Letöltöm, föltelepítem, telepítem a magyarosítást. Nem működik, nem jó. Hát gyerekek, amire én megvettem, megint jött egy frissítés, a csávó kiadta a magyarosítást, 2 napja rá újra kell neki írnia. A patch miatt. És most akkor megvettem a játékot, és nagyon szépen megkértem rá, mondom, törődjön a dologgal, mert mondom, nem szeretném pózra tenni a játékot, mert addig el se indítottam azóta se. Nem próbálgatok itt angol szöveget értelmezni, nehézkes lesz. Mondom, addig játszok mással. Ja, ő sérült neki. Azt mondta, hogy nem tud mással foglalkozni, amíg most újra meg nem írja. Úgyhogy szép. Aztán majd még a repertoárba fog kerülni a Car Mechanic Simulator 21. Mit csinál? Az meg autószerelő játék. Na, ugyanaz, mint a PC szimulációs autót kell benne szerelni különböző izékkel, de azt lehet, hogy megcsinálják majd multis verzióba is. Tehát, hogy lehessen multiba másokkal autót szerelni. Meg van ez a benzinkus szimulátor, nem tudom, erről hallottatok-e. Az is egészen érdekes, nem rossz. Benzinkutat kell vezetni. Benzinkutat kell vezetni, van benne ilyen kisbolt, és akkor fejleszted a benzinkutat. Ja, igen. Ott is lehet autót bütykörészni benne, tehát hogy ilyen gyors javításokat csinálni. Milyen új mutatom van elektromot. Ja, lehet emelni az árakhoz, fel az égig. Igen, én még nem játszottam vele, csak láttam, hogy öcsém játszott vele. Csak én is láttam. Öcsém játszott vele, aztán úgy vagyok, kíváncsi vagyok, de amit szinte biztos, hogy megveszek, az a Farming Simulator 22. Az igen, november 22. Én megvárom a karácsony leárazást, egy 20%-ot szerintem le fognak rajta árazni akkor. Tudom, hogy új játék, de az a karácsonykor egy 20%-ot leszoktak, ha nem is 50-et, meg 60-at. Mondjuk 39 euró vagy mennyi, nem olcsó. Nem. Nem olcsó. Akkor meg lesz 25. Na, körülbelül valami is. És öregem, remegő kézzel is lelövöm a kengurút. Azt a paszta. Gyál egy jó házi, de felteni jöttem. Hát a Forza 5-ön is elgondolkodtam, de amit a Forza 4-en játszottam, annyi pénzt nem ér meg, mert az alapjáték 33 000. Úgyhogy az tényleg azt majd, nem tudom, nagyon olyanom lesz.
Úgyis ez a vadászos játék a főjáték, az már szinte biztos. A Farming Simulator majd az újdonság elejével egy-két hónapra biztos le fog kötni. Majd Wolfival mehetünk közös. Majd kiválasztjuk, hogy olyan térképet választunk majd, ami mind a kettőnknek jó. És akkor egyszer ide, egyszer oda nyomatjuk multiba. Először úgyis csak a izé lesz az alap, bár elvileg én úgy tudom, hogy benne lesz a, ami volt ez a DLC és ez az osztrák pálya, ez a Erlengrad, vagy Major, vagy osztrák pálya, ami most legutoljára kijött, annak lesz valami bővített verziója, lesz valami francia pálya, meg valami amerikai, tehát három pálya lesz elvileg benne. Viszont külön DLC lesz, ha jól tudom, az évszakok. Az nem kell annyi. Nem, elvileg alapból benne van a játék. Alapból? Hát ilyen kive kapcsolható se. Aha. Jaj. Hát figyelj, hát nem tudom, kipróbáljuk. Csak azt nem tudom, hogy fölműveléssel kezdjem, vagy állattenyésztéssel. De szerintem fölműveléssel fogunk kezdeni. Kiválasztom a játékban a legjobb traktort. A legerősebbet, a leggyorsabbat és a legszebbet. Ami nem tudom majd melyik lesz. És azt is egyenszínűre, tehát egy típus fognál fogok, és ami csak lehet egy típusból, abból lesz. Én városi gyerek vagyok, és csak a lóerő számít és a szín. Na de én lesen megyek, mert hónap is majd mindjárt 11. Na jó, itt. Van már, azt tapasztalom. Egy órával előtt. Na jó, itt, sziasztok. Hello, hello. Hello, hello, hello. Már este akkor nálunk 10 óra van? Igen. Nálunk 10 óra lesz mindjárt, igen. Itt van a nagy kóka, megvan. 26-ig írja. Baszta, mekkora van. Nagyobb volt, hogy a kutya. Száros, nőstény, de 24-7. Amit ez a verseny, nem kell volna menni. Mindjárt meg is nézem, hogy izé van-e a verseny. Ja, íbetű, íbetű, jó. Akkor az is majd előbb-utóbb sikerülni fog. Hogy az íbetűvel lépjek bele a eszkel főmenüből. Jó van. És most kezdek koszolni, mire kiderült, hogy hogyan tudom betölteni a puskámat újra. Csoda. Ez jó. Mindegy, majd belejött a majd, ja. Hát most már úgy érzem magam, mint aki most játszik először ezzel a játékkal. 33,2 a verseny az első helyen. Ez mellé nem. Akkor szerintem ne indulja. Nem. Nem mondom, mindjárt megnézzük, hogy nem megy a statját. Mondjuk csatát kérdeznek, hogy hogy lehet. Ja, és az embernek hozzáteszem 102 darab vörös róka elejtése van. És akkor lő egy ilyen 33,2-est. Jó, nem tudom. Hát én továbbra se fogok versenyezni. Ja, egyébként csak úgy mondom a Call of the Wild-osoknak. Már a ketten, akik itt vagytok. Majdnem megszólítottam a ödlepő nézőmet. Na, van ez a, majd a lejjen a frissítés, majd akarja, hogy kreáljatok valami fiókot, mindjárt az elején. Igen. Kreáljatok fiókot. Egyedül talán a marketing e-maileket ne pipáljátok ki, kreáljatok fiókot, mert akkor a játékon belül már lesz ismerős is, és úgy néz ki, hogy a játékon belül tudunk egymásnak meghívót, tehát érte, nem kell a Steamen keresztül, ez az egyik. Van benne, megnéztem, 3 grill ruhát kap az ember ajándékba, hogyha megcsinálja ezt a fiókot, aminek nincs ráhatása, mint itt, tehát semmi hatása nincs, csak faszán néz ki, és éppen úgy használható, mint bármelyik másik ruha. Tehát a skillek számítanak, és jól érnek ki azok a grill ruhák, úgyhogy én ott váltani is fogok rá.
és elég faszán néznek ki. Van egy ilyen téli, ez a téli terep, tehát ez a téli fehér ilyen... Most pályára. Igen, van a hírsfeldes ilyen őszi terepszínű, meg van ez az olajzöld, de nem ez az olajzöld, hanem sokkal termék, tehát ez a fűzöld, enyhén sárgás foltokkal, tehát ez is ilyen terepszínű hatást ad, nem úgy, mint az olivazöld, hogy egybe zöld, meg van benne szürke. Úgyhogy faszán néznek ki a ruhák is, úgyhogy az úgy igen tetszik nekem. Meg hát ez nem csak erre a játék, ja, meg hogy ha ezzel a fiókkal játszotok, tehát bár anélkül is tudtok, akkor lesznek majd ilyen exkluzív jutalmak, meg exkluzív elérhetőségű eszközök a játékba, amit csak ha ilyen fiókkal rendelkezel, akkor fogsz elérni. Ez a Call of the Wild-ba vonatkozik egyébként. És úgy tartozik ez a közösség, hogy valószínűleg ezen a barátlista, ez bármelyik játékkal játszol, kivéve a klasszik, mert ugye ezt nem fogják, de ugye mondta a Call of the Wild-on kívül van még egy-két játék, amit ezek írtak, amit ott említettem még a stream elején, vagy amikor elkezdtünk játszani, hogy valószínűleg az a lista azok ott is érvényes lesz, tehát többi játékban is. Tehát egy globális közösségi közé akar ez lenni, ha jól vettem ki. Hát, hogy ugye a klasszikot ugye most nem tudom, hogy sikerül-e, vagy be tudják-e oda integrálni, de szerintem nem. Mert ahhoz ezt a játékot kéne, lehet nagy mértékben átírni. Hogy nem launcher, illetve a launcher meg elengedhetetlen szerintem ehhez a játékhoz. Az egész szerkezet olyan ennek a játéknak. Úgyhogy lehet, hogy a klasszik nem, de hogy a többi játéknál igen, az biztos. Tehát, és nem kerül semmibe, regisztrálsz, az kész. Tehát ennyi. Tehát nem semmilyen pluszköltség, semmi, bankszámla szám meg. Kártyaszám, nem kell hozzá. Nem kell a aranydombornyomot? Nem. Az szabadon használható továbbra is ott, ahol eddig használtad. Arra leszek kíváncsi, hogy a karácsonyra emlegettek valami DLC-t, vagy jön neki DLC egyébként hozzá, meg hogy akkor milyen, de semmi hype, semmi reklám nincs eddig erről, tehát ez lehet, hogy csak egy ilyen... A Call of the Wild-hoz emlegettek valamit fél füllel, fél mondatokkal, de nem hivatalos forrás, tehát nem a gyártó forrása, hanem közösségi. Külső forrás. Na igen, tehát na. Ez olyan, hogy bevezetik a... Nagy cégeknél, hogy bocs, hogy a szabadba állok, külső megbízók vannak, vagy külső munkatárs, akik besegítenek itt a grafikában. Igen. Fejlesztenek egy dolgot, és ők kötik el. Ja, nem, hogy ők hintik el, aha. Aha, ők szokták. Ja, értem. Na mindegy, én regisztráltam, az volt az első dolgom, úgyhogy mikor beléptek a játékba, ti is regisztráljatok, akkor lesz egy ilyen, ugyanolyan, mint a Steamen, hogy elérhető, nem elérhető, vagy rejtett, tehát hogy ott lesz a kis ikon, és hogy igen, meg lesz barátlistád, lesz tiltott listád, lesz, majd próbáljátok, nézzétek meg. Ott értelemszerűen bejön a táblázat, kitöltitek, és kész. Kell egy nicknév, display néven fut, nicknevet írjatok, hogy nyilván azzal könnyebben megtaláljuk egymást. Tehát ne teljes nevet, mint hogyha e-mail címet regisztrálnál, mint hogy Takács Gábor, hanem nicknevet. Meg kell adni, meg kell erősíteni az e-mail címet, adni kell egy jelszót, kipipálni, hogy elfogadod a licenszerződés jogait, meg ezeket az adatvédelmi irányelvet. A marketing e-mailt, ha akarod, kipipálod, ha akarod, nem. Aztán kész. Utána kapsz egy e-mailt, ott visszaigazolódik a regisztrációt, és akkor onnantól a grillét már föl is öltheted. Mert ott nem lesz hatása, mert ott semmilyen ruhának nincs hatása. Tehát ott a skinek számítanak. Igen. És tényleg, tehát jól néz ki az a grille. Itt is jól néz ki a grille, csak itt elvi okokból nem használom én. Speciál.
Tehát ez meg mennyi játékos függött, mindenki döntse el magának, mi fontos, mi nem fontos, de mi kell, mi nem kell. Valdezboán viszont ott kimodott a jó a grill és ruha szerintem. Na jó, mondjuk a trókázni. Most az a helyzet, hogy az a grill... Rókázni jó, mert lefekszel és hívod, egyedül csak akkor csapzajsz, ha fölönöd a puskát vagy a távcsövet, mert máskor nem, mert ott várod a rókát, nem kúszol, mászol, jó esetben. De én mondom, általános felhasznál, tehát én nem specializálódok, tehát én mászkálok, én akkor viszont annyival jobb álcát nem nyújt, mint amennyivel nagyobb zajcsap az alaphoz képest, és tehát sokszor azt mondod, elriad az állat, és nem azért riad el, mert észrevett, mert az az ösztönös reakció, mert hogy a tudulóba vett észre, hanem az, hogy a zajtól ijed meg. És én ezért nem használom a grillét, mert tetszeni tetszik. Meg minden, tehát csak nem tudom, én magamról nem használom szívesen. Hiába tetszik, hiába fölveszem, egyszerűen elriad az állat. Tudom, hogy gyakorlatilag észre nem vehetett, akkor biztos azért már megmozdultam, de hát nyilván ott van még a szag is, ami miatt elriadhat, aztán ezt a grillét, ezt valahogy nem... Kidobott, Rasni, kidobott vagy, azt mondod, hogy jó éjszakát? Ja, nem. Beszélgetünk még, csak kiléptem most. Ja. Jó, mondjuk a legetrenget, hogy soha én sem akarok maradni. Ja, nem. Ma este 10 óra van, holnap meg én is megyek melózni, csak nem reggel. Nekem szopat a játék, hogy nem igazán találtam játékot, hogy is áll. Hát... Jó, mondjuk égtájon, mondjuk négy felé lövöldöztünk azért. Meg már hány óra van? Hát meg ez már a holt időszak kezdete. 11 óra. Itt 11-től 2-ig, fél 3-ig. Milyen nőstények, meg izék. Az a baj, hogy holnap megyek két nap. A hétvégén még itt hol leszel, nem? Holt itt. Itt hol leszel? Mert én meg úgy leszek, megyek szerda csütörtök éjjelre, péntek reggel előtt, csak ott péntek szombat vasárnap szabad. Úgyhogy az összes rókát önrelde kergethetjük, mind a két játékban kell. Hát az ízik kellene meg. Akkor Wolfinek orgázmus lesz. Jaj. Ha kell, horgász bottal megyünk rókára. Ennyi. Hát az ízébe, a másikba. Call of the Wild, de csak meg kellene nézni azt a... ott egy kecske. A Yukont ajánlom. Ott az a rész az... Én ott rád is gondoltam, azért is mondtam, hogy mondom. Jó, komor, ott jön ez. Ott két-három rókát ültem egymás után. És belátható a terep, tehát nem nincs az, hogy amíg a szemmel lát. És egyedül ilyen fás, ilyen sűrű, ilyen bokros fás rész egyedül a tópartokon van, de onnan meg ki lehet csalni őket, hogy arról van szó. Annyi van, hogy a szél irányra figyelni kell, mert ha szembe fúj a szél velük, akkor ilyen 50 méternél közel nem nagyon jönnek, elkezdenek ott azon az íven ott körözni, és egy idő után elmennek, hiába hívott. Tehát a szag miatt nem jönnek oda. Tehát ott a szaktanító spray majd kelleni fog, mert ott látod egyből a szélirányt, meg ott változik a szélirány. Tehát sokszor azon kapod magad, hogy várod a rókát, és azon kapod magad, hogy hoppá, változott a szélirány. Úgyhogy helyezkedni kell. Majd kiderül, hogy mennyi. Hát be tetszik, nem. Ez majd elröntöd. Rókáról van szó, tehát a bozasztó rossz nem lehet, tehát... Jó, csak külön, te fogod érezni legjobban a rókázás közötti különbséget, hogy ez neked előnyös, vagy nem előnyös, hogy ott vagy itt vadászol. Mert én... Igen. Hát mondjuk az egy kicsit hátrány lesz, az biztos, hogy nincs kutya, de... Hát az hátrány lesz, az biztos egyrésztről, meg ott szerintem ott szigorúbban viselkednek a rókák, mint itt. Itt is nehéz, de
De... Ott van nehezebb. Ott nehezebb rókázni, de ott tényleg ott... De tudja, megfújod a sipot, nem biztos, hogy olyan közel jön, vagy olyan sűrű bokoros részen áll meg, hogy egyszerűen... Egyszerűen látod, hogy ott mozog valami, de nem jön ki, kidugja a fejét, nem, akkor aztán nem tud olyan tiszta célpont lenni, nem koszog oda hozzád, arról van szó, nincs az a kis pörgentyű, ami megállítja, tehát ott szerintem nehezebb, nehezebb lesz. Ott hamarabb jön a medve, mint a róka. Az biztos. Igen, azt már észrevettem, hogy elsípolod magad kétszer, aztán hallod, hogy jön a medve, mi van ezzel? Sőt, valamik úgy futnak rá. Igen. Ja, szóval nagyon... Csak. Tehát a rókák nem másznak rá, így általán ott. Na, lesz kihívás legalább. Figyelj, kihívásnak... Tehát rájözzel, ott is rá lehet szerintem jönni turpisságokra, hogy hogyan kezeld a helyzetet, és akkor lehet, hogy élményt tud adni. Biztos az első, mit tudom én, 100-150 róka után már azért kitapasztalja az ember, hogy ott egy csomó kecske. Meg elment a kengurut, hogy kettő is volt itt. Sőt, ott érdemes far, én például, én kutyát úgy képeztem ki, majd nem tudom, van-e. Vettétek kutya a DLC-t, nem? Nem, vettem én. Én vettem. Ott a 5 pontonként lehet ez ki, összesen 30 pontra lehet 5 olyan plusz skill kiosztani, ami a kutyát viselkedését befolyásolja. És én az utolsónál arra tettem, tudod, hogy a riassza, vagy tartsa távol a támadó ragadozókat, ami mondjuk a farkas, a puma, meg az ilyenek. A bivajt nem tartja távol, morog rá, csak ugye a bivajt nehéz. Nehéz egy 80 kilós kutyának egy tudás bivajt visszatartani. De például a farkas vadászatnál én azt szoktam szeretni, amikor megtámad egy komplet falka. 4-5 farkas megtámad. Ja, az az ibériai farkas. De a másik, a Yukonon nagyobbak is a farkasok. Jó. És elmenekülnek, ne felejjenek. És azt szoktam, hogy megtámadnak, és ugye ha kutyát fölpumpálod azt a szívecskét mind a háromra, és jönnek, akkor sokkal tovább tartja őket vissza, és egyszerűen sokszor egy falkát sikerült úgy izélnem, hogy vagy éppen, hogy csak megsebeztek, vagy egyszerűen sebzés nélkül, tehát nem nyíltak ki. És az úgy izgít, tehát én nem szoktam elmenekülni, nem szoktam belefutni a vízbe, meg ilyenek, hogy mondják sok, hogy fölmész a kőre, meg ilyenek, vagy bemész a vízbe, akkor nem mennek utánad, csak a partról morognak. Én azt szoktam érezni, hogy szembeszállok velük. Az is jó, érdekes. Tehát ilyen szempontból is jó az a játék, hogy ilyen jellegű élményt is ad, hogy megtámadnak az állatok. Igen. Ah, biztos, hogy még nem is használtam. Nem gurunk elmentek. Hát sokszor azt mondja, hogy jobban tetszik a klasszik, mint a izé. Nagyon nem is szokott bejönni a Card of the Wild-ba. Egyébként. Ezt szokta tolni. Elég jól hallgass, nem sokára megcsinálja izét is. Napi küldinek a végére ér. Erre lesz neki a gravírozott HMR.
De nem baj majd. Az a baj, hogy kell rakni abba, hogy meglengyel az a gravírozott háj, mert aztán most... Há, igen, igen. Az a baj, hogyha maximum, hogyha most, ha előveszed, megnézed, jaj, de szó, amúgy meg nem látszik. Tehát igazából nem sok értelme a gravírozottnak. Hát, nem tudom. Én a 308-asnál itt, amikor így oldalt tartom, nekem... Na, nézem, hogy én mit csinálom. Hát jó, hát szép az meg minden, de... Meg látszik a gravír itt ezen az oldalon. Tehát mondjuk a 308-asnál, meg a királyi változatoknál is, tehát... De ezek inkább gyűjtők, tehát most, érted? Tehát most olyan értelemben a játékhoz nem raknak hozzá, tehát azt mondani, hogy megéri megvenni, nem éri meg. Az, hogy mutogatod és eldicsekedsz másoknak, vagy magadnak gyűjtögeted, hogy akkor meglegyen, érted, az másik kérdés, de hát ez már... Nem a játékhoz tesz hozzá, az biztos. De persze. Hát most... Hát én ezt lelőttem, de... Jó, ott van. Na, most 308-assal lőttem. Egy gurult, azt láttam. Aztán látom, 173 méterről, de tüdőtől a bélig lőttem hosszába. Vagy nem, béltől a tüdőig lőttem hosszába. Én nem tudom, én elégedett vagyok 308-assal. Alapvetően. Kutottam és pont elriasztottam a kecskéket. Nem helye menni. 200 méter. Azt kell megnéznem, hogy ez a 308-ashoz jó lesz-e valami más távcső, mert ez szokatlanul nem nagyító akkorát, mint szeretném. És én nem rémlik az, hogy ez ennyire gyenge távcső, csöves puska. Vagy lehet, hogy kétféle távcső jó hozzá, és ezek rosszabbikat raktam föl. Hát akkor az a pecske nem tudom hol lett. Wow.
Éppen, hogy csak a szarról látszott, hát kíváncsi vagyok, hogy akkor mit csináltam. Hát, jó volt ezzel a klasszikkal egyet most nyomatni, ez most úgy jó esett. Vagy meg itt jön. Na, ah, futok, hány, milyen messze vagy? 600. Akkor futhatok. Az előbb, mikor lőtti, azt hittem elment a róka. De nem, nem. 500 méter azt hiszem a leghangosabb puskának is izéje. 500 rémlik nekem. Nagyon erősen az rémlik. Jobb hátsó lábra, hát akkor nem dögött ez meg. Na, jó van. Na, jó van, gyerek, hímerek. Most rá vartok. Ja, én is mentem volna, mondom, vedd fel a rókát, aztán folytassuk majd közelebb. Jó, akkor a hétvége? Ja, egyelőre. Egyelőre, hogy gyakcsigolyán előttem, gyerekek. Aztán, ilyen pontos vagyok. Ah. 200 méterről. Ezt így akartanám, persze. Ez így nagyon pontosan ki volt számolva, a szélirányt, meg mindent beleszámoltam. Persze, jaj, jaj. Két pont rú. Jaj, jaj. Főleg igen. Jaj, jaj. Ez már ilyen gond, ez már ilyen... Sacsal barátom. Ennyi. Gondolatvezérelt puskakujó volt ez. Jaj, jó. Jó van. Köszönöm a figyelmet. Váratlanul klasszikba kötöttem ki, amit nem bánok. Majd legközelebb folytatjuk valamelyik másik vadászos játékkal. És harmadikban jön a Ultimate Hunting. Na, akkor jó estét, jó szurkolást mindenkinek. Legyetek jó, sziasztok!